Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék a Sims 4 százba kihívás következő részében, ami egy streamre sikeredett, ugyanis nagyon-nagyon elfoglalt voltam mostanában, és hát sajnos így tudtam megoldani, hogy a mai napon is legyen rész, remélem azért nem bánjátok. Ahogy a címben is leírtam, a mai részben fogom ugye kisorsolni az augusztusi nyerteseket, ugye a lucos nyereményjátékhoz. Össze is írtam egyébként egy listát, viszont ugye azt mondtam, hogy 50 ember közül fogok sorsolni, és hát az az igazság, hogy hogy másképp működik a Luc, mint ahogy én azt elgondoltam, és 25 darab nevet tudtam összegyűjteni a toplistából, listából, úgyhogy 25 ember közül fog sorsolni három darab embert, és akkor ez a három darab ember fog valamilyen dogiandis, is sulikezdéses tárgyat kapni. Ez természetesen nektek teljesen ingyen lesz, ki lesz postázva, úgyhogy majd annyit kérnék, hogy mindjárt egyébként el is kezdem gyorsan itt a stream elején a sorsolást, annyit kérnék tőletek, hogy ha látjátok a neveteket, tehát hogy esetleg titeket sorsoltalak ki, akkor kérlek lúcon keresztül, tehát ott, ahol ugye eddig is küldjétek az üzeneteket, írjátok le, az e-mail címeteket, ahol fel tudom veletek venni a kapcsolatot. Nyilván ez azokra igaz csak, akik ugye nyertek. Tehát az a három ember, akit majd kisorsolok, írjon Lucon nekem egy e-mail címet, nem engedem majd ki a streambe, tehát attól nem kell félni, hogy telibe fognak titeket spamelni, de mindenféleképpen szeretném valahogy felvenni veletek a kapcsolatot, és ugye azért Lúcon keresztül kellene ezt, hogy megírjátok, mert úgy tudom követni azt, hogy valóban az az ember venni át a nyereményt, aki ugye meg is nyerte. És akkor már itt előkészítettem mindent, szóval a 25 darab ember, aki ugyan ebben a nyeremény játékban most részt vesz, ugyanis ők voltak a top 25 lucs üzenet küldő az előző hónapban, az, ez az 25 név, itt láthatjátok az összeset, elméletileg igen, szépen láthatjátok az összeset, és akkor most fogok random picker-rel három darab számot kisorsolni, és akkor az a három darab ember nyert. Jó, na akkor szerintem nézzük is a random sorsolást. Jó, és akkor itt már beállítottam, hogy 1-25-ig szeretnék egy számot. Az első szám a as és a 3-as szám pedig, Ja, szépen megoldjuk. A hármas szám pedig Szilveszter Bedő lesz. Tehát Szilveszter Bedő nyerte meg az egyik ilyen ajándéktárgyat. Kérlek, akkor majd írjál nekem egy e-mail címet itt Lucon keresztül, és akkor elméletileg fel tudom veled venni a kapcsolatot. Nézzük akkor a következő számot. A következő szám az a 13-as. Úgy látszik, hogy most ezek a hármasok, ezek a hármasok ezek a hármasok most szerencsés számok. Jó, és akkor a 13-as pedig Neko X3. Tehát ő volt a második szerencsés, aki nyert a nyereményjátékon. És akkor nézzük a harmadikat. A harmadik pedig 19-es, és a 19-es pedig, ez nem tudom, bingo, a 19-es pedig büdös Leri. Hát igen, büdös lenyerte akkor ezt, és akkor uh, erre a hónapra ezt szerintem le is zártuk, és akkor valószínűleg a következő hónapra is lesz ilyen lucos játék. úgyhogy uh, ennyi is lett volna, és akkor kérlek írjátok meg az e-mail címeteket. Jó, szuper, akkor szerintem ezeket be is záratjuk, és akkor foglalkozunk a játékkal. Jó. Na. És tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettetek ebbe a játékba. Oké, és, akkor hát ugye ott tartottunk, hogy Aranka megöregedett, és hát nincsen már neki túl sok hátra, sajnos. És, és ugye Kamillával fogjuk tovább vinni a kihívást, ez már szinte biztos, ugyanis ő volt az utolsó gyerek, aki született. És, és, ahogy látom, igen, azért még itt, itt még lesz bőven mit csinálni, mert utolsó lánygyermek, aki született, igen, még utána még született két darab fiú, de az utolsó lánygyermek tudja csak tovább vinni. És Kamilla a Kamilla kertészkedéssel fog foglalkozni, úgyhogy ebből fog majd a következő anyukánk élni. Jó. Na nézzük akkor szépen, hogy. Uh, Mik vannak itt? Aha, a Suliban vannak. Vagy ő nem ment el Suliba? Hát ez hihetetlen. Ez a srác soha nem fog felnőni, mert soha nem megy el Suliba. Egyébként most töltöttem le új uh, ilyen modokat egy, egy nagyon-nagyon király atremeltőleg bent is van rendesen a játékban. Ó, meg is jött az első Luc uh, Monától. Köszönöm szépen, szia, jó játékot! És uh, köszönöm szépen, hogy írtál nekem Lucon is, ezzel támogattál is. És akkor nézzük meg, hogy uh, azokat az új cuccokat, amiket letöltöttem, egyébként tényleg baromi jól néznek ki, ilyen uh, vízzel kapcsolatosak. Semmetek gyerekcucca az összes. ah, itt is vannak. Van rózsaszín, meg van kék is. Hogyha esetleg tetszenek ezek, akkor majd, mindenféleképpen a következő videóban le fogom nektek írni, hogy honnan töltöttem le pontosan. Az összes ilyen vízzel kapcsolatos, és arra gondoltam, hogy a, az egyik gyerekszobát azt megcsinálnánk ezekből a cuccokból, mert szerintem baromi jól néz neki. Szóval van ilyen kis etető is, meg uh, ágyakat is nagyon-nagyon szépen meg lehet igen csinálni. Úgyhogy uh, majd ezeket mindenféleképpen megnézzük, csak, csak előbb igen pénzt kell szereznünk, mert ezek nem lesznek olcsó mulatságok, ahogy látom. De hát nem baj, egyébként is szeretem azt, amikor, uh, túlzottan ugye olcsóak ezek a custom contentek, mert akkor kicsit csalásnak érzem a játékot, hogy túl olcsón jutunk hozzá mondjuk egy-egy tárgyhoz. Mikor lesz őslények parkja? A héten mindenféleképpen szeretnék abból is streamet, csak múlt héten nyaralni voltam külföldön, ugye aki követ Instagramon, az, az láthatta is, hogy nem Magyarországon voltam, és hát azért a PC-m, ami, ami nem kicsi PC, tehát nem egy ilyen normál méretű számítógépről beszélünk, hanem hanem egy jó nagy számítógép házam van, lényegtelen egyébként pont azért, hogy ne legyen ugye zajos a videó, szépen leszűri a kiszűrődő zajokat, legalábbis általában, és és hát ugye azt nyilván nem viszem magammal, meg monitort sem viszek magammal, meg internet is olyan volt a szállásom, hogy vagy volt, vagy nem, tehát nem tudtam volna streamelni akkor se, hogyha ha minden ilyen szakadt volna, és minden tök jó lett volna, de de lesz a héten, csak ugye ma százból kívás lett volna, és valljuk be, hogy a szimszesek letépték volna a nyakamat, hogyha azt mondom, hogy ma akkor ős parki a stream lesz, és nem százból kívás. Na, és akkor folytassuk is a százból kívást. És... Emilia, Emilia miért maradt itthon? Neki nem kellett ma még suliba mennie, ugye? Taking sick day. Ja, hogy beteg? Igen, tényleg ő megbetegedett, úgyhogy ma nem kellett ezért suliba mennie. Az annyira viszont nem jó. Az annyira nem jó. Ugyanis így nagyon-nagyon későn fog ő felnőni. Van egyébként bármi, amit még tudnánk vele fejleszteni? Nem, viszont a szkéjeit ugye majd négyesre mindenféleképpen így is meg kell, hogy oldjuk, hogy magasabban legyenek, úgyhogy uh, szerintem akkor, ha már itthon maradt, akkor ezzel foglalkozunk, és akkor uh, adjuk ki neki azt, hogy praktiszálja a typingolást, és akkor az a motor skill fejlődni fog. Jaj, most jó írja de Petra, aztán Danka írja, szia Andi, Alma, te hívod majd az őslénk parkjába, hogy akkor hozzon Dani a nevem. Uh, nem, Alma nem fog jönni. Nem, egyébként Alma most tényleg nem tud jönni sajnos, egy darabig. Uh, kalandorokból is egyébként föl kellett előre vennünk nagyon-nagyon sok részt, úgyhogy ha lesz most vendégszereplő majd a tizedik részben, akkor az nem alma lesz, de majd lehetséges, hogy egyszer meghívjuk. Csak először azt is meg kell adnom, hogy az egy szerveren legyen, egy megbízható, stabil szerveren, úgyhogy nem olyan egyszerű, mint ahogy azt gondoljátok. Szia, Andi, hogy vagy te vagy a kedvenc videósom, Mirja Kalandos85. Nagyon szépen köszönöm, jól vagyok kicsit sok mostanában a dolgom. Holnap egyébként, igen, holnap egyébként lesz egy ilyen kérdések órája a livestream, kiposztoltam azt is Facebookra, ugye még a mozdulj gamerrel kapcsolatosan lesz egy ilyen egy órás kérdez felelek, délután 4 órakor, vagy fél 5-kor, hogyha jól emlékszem, ugye a mozdulj gamernek a, a, Facebook oldalán, hogyha minden igaz, de Facebookon kint van ez a link, meg tudjátok nézni, és akkor ott lehet tőlem kérdezni élőben, illetve a Matszak a vezető edzőjétől, ugye egy profi jégkorongostól. Tudtok kérdezni mindenfélét ugye a sporttal kapcsolatosan, hogyha esetleg van valami kérdésetek, vagy bármi ilyesmi, úgyhogy oda is várlak titeket, sok-sok szeretettel, illetve most pénteken a Városligeti műjégpálya, illetve hát most ugye nem műjégpálya, hanem csónakázótó, ott lesz egy ilyen vízibicikli és görkori verseny, szóval ö, oda is várlak titeket, Süli után simán szerintem, aki budapesti, oda tud jönni, le lehet pacsizni, és igazából ez egy, ez egy, tök jó verseny, tehát hogy ez nem egy olyan rendezvény lesz, mint mondjuk a Play-t, hogy sorban álltok, két másodpercet rá tudok mosolyogni, beszélgetni, esetleg egy-két szót, és aztán mindenki megy tovább a dolgára, hanem ez egy ilyen tök kötetlen program, és szerintem nagyon király lesz, úgyhogy ha szeretnétek jönni, akkor most pénteken lesz erre lehetőség. Jó, és uh, ennyi még, illetve, illetve igen, uh, lesz még egy My Cinema most uh, Debrecenben, 23-án, és, és erről is majd még esetleg a stream végén mondok több információt, de a My Cinema Facebook oldalán meg fogtok találni mindent, ott lesz egyébként Bence, Zsédav, uh, Benny, illetve Óven is, szóval velük is lehet majd találkozni Debrecenben, és az ötödik filmet fogják levetíteni. De mondom erről is minden információt, majd még a stream végén elmondom, csak így, így hirtelen nem tudom. Csak még így ezeket gyorsan el akartam mondani, mert úgy is lesz kérdés, hogy mikor jövök ide, mikor jövök oda, és egyenlőre ezeket tudom, szóval most pénteken, illetve a Debreceni Main Cinema, amilyen biztos, hogy tudunk majd találkozni, lehetőség. Más városokról egyenlőre nem tudok, úgyhogy kérlek, azt ne is kérdezzétek, mert annyitok mondani, hogy nem tudom. Jó. Uh, ú, teljesen üres a hűtő, az viszont nem jó. Aranka, akkor kérlek szépen készíts valami finomat. Uh, esetleg ilyen grill cheese party size-ba, vagy most bőven el fog folyni. Gratulálok a nyerteseknek, írja a Red Ball, köszönöm szépen, illetve szerintem ők is nagyon-nagyon szépen köszönik. Szia Andi, nekem fizikát kéne tanulnom, de picit még azért nézem a live-ot, írja Nominó, hát tanul meg azért a fizikát, mert nem mondom azt, hogy fontos. Nyilván vannak, az alapok fontosak, hogy azokat tud, de de a jó jegyek azok fontosak. Szia, Andi, hogy vagy? És Maszat is most hogy vannak? Jó játékot kértek, csedő egy hashtag tagot? Hát akkor ezt írjátok le neki, Fanninak, illetve ö, köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, és a kutyusok is jól vannak. Mindjárt itt a szülinapunk, írja Dávid, bizony, bizony, most szombaton lesz a szülinapom. Úgyhogy gondolom, akkor neked is 9-én lesz. Úgyhogy tök jó lesz, tök jó lesz várom már egyébként. Egy, te képzeljétek, hogy pont azt a social blade, hogy, hogy pont a lesz meg a 200.000 feliratkozó, ami mondjuk tök király lenne, úgyhogy majd meglátjuk. Meglátjuk, elmetek, hogyha ugyanígy haladok, mint hogy eddig, akkor, akkor, akkor lesz meg. Szív mindenkinek, Lilion kérdezi, itt van mindenkinek szívecske. Jó, és akkor szerintem egy kicsit, kicsit foglalkozzunk tényleg a játékkal. Ú, uh, jönnek ám a hashtag falkatagok, jönnek ám a hashtag falkatagok. Jó. Ö, te még mindig a motor skill fejleszted? Aha, jó király. Hogy haladsz most vele? Hármas szinten vagy, aha, azt négyesre még fel kellene fejleszteni. És, és ők még mindig nem jöttek haza a súlyban. Azt hiszem háromkor jönnek, ugye? Nem háromkor? Vagy itthon? Ma, aha, most jó, most értek haza. Jó, és akkor... Ö, Niki maradt a uh, négyes. Kamilla. Ó, oh, Kamilla nagyon rosszul teljesített ma az iskolában. És Gedeon is maradt négyes. Hát ez nem jó, ez nagyon-nagyon nem jó hír. Jó, Kamilla viszont írja meg akkor a leckéjét. Niki. Uh egy skill kellene hármas szintre fejleszteni, Aha, hát akkor ő még biztos, hogy mostanában nem fog felnőni. Viszont a videogaminget kezdjük el vele fejleszteni, viszont ő most itt typingol is egy számítógépünk van, úgyhogy mivel az csak egyes szinten van, szerintem annyira, annyira nem lényeges az, hogy ezt folytassuk. Úgyhogy lehet, hogy vele valami fontosabbat, akár a főzést elkezdhetnénk vele gyakorolni. Úgyhogy csináljon egy ilyet, és akkor lesz ugye egy csomó kajánk is, ami, ami már alapból egy pozitív dolog. Nem kell majd vele pluszba foglalkozni. Csináljon garden szaladot is, abból mondjuk négyet is csinálhat. Ezt egészen gyorsan el tudja majd készíteni. Aztán scrambled egzet is csinálhat. Jó. És négyet kiadtunk, ezzel reméltek azért legalább kettes szintre föl fog menni neki. A főzés. És akkor szerintem az már ugye egészen jó is lesz. Ő pedig, ja igen, nála pedig a a fitness kezdtük el fejleszteni, viszont lusta, és ezért nem akarja majd ezt csinálni. Ezt többen is jeleztétek, hogy ugye neki lusta a tulajdonsága, úgyhogy valami más kellene kiválasztunk, de mi az, ami, amit egy lusta ember könnyen tudna fejleszteni? Azt nem mondjátok, hogy a videógaming, mert akkor megsértődök. Öm... nem, egyébként nem. Talán a festés, talán a festés az jó lenne neki, szerintem. Csináljon egy, egy nagyon szomorú festményt, hátha ha most ki tud teljesedni. Oké, és Hali mindenkinek megjött a hashtag hancs utóirat, remélem lesz 200 ezer. Hát én is remélem. Szia, csak támogatni akartalak jó live-ot, írja annak, köszönöm szépen. Szeretem a borsót meg a pogácsát. A borsót összem a pogácsát, azt igen, Nina. És így nagyjából ennyi. Jó. Akkor most itt elkezdte a paintinget fejleszteni, Niki a főzést. Amúgy valamelyik kaját akár be is rakhatnánk majd a hűtőbe mert uh, meg fognak romlani, hogy ott kint hagyjuk elég hamar. Jó, és Kamilla, Kamilla pedig, igen, motort kezdte el fejleszteni, de ahogy látom, annyira már nem jó kedvű. Lehet, hogy akkor kicsit az lenne jó, hogyha játszana, és akkor utána még gyakorolná azért ezt a typingolást. Ja nem, várjunk csak. Vele is a motort kezdtük el fejleszteni, vele is a motort kezdtük el fejleszteni. Ugye a suli miatt feszült, aha. Jó, és és vele. Neki meg igazából minden megvan ahhoz, hogy négyes lehessen, de akkor már menjünk arra, hogy az ötös is meglegyen. És akkor neki is kellene még valahogy a motort fejleszteni, és akkor szerintem vele viszont itt a mászókán kellene kicsit játszani. Jó. Jaj, van, Lucy, a Sofi, bizony, bizony. Várom, vár, már az állatos kiegészítőt kérdezi, Henny. Igen, igen, nagyon-nagyon várom eszméletlen király lesz, de hát ugye novemberig várnunk kell még vele. Úgyhogy... Hát az még odébb van. De biztos, hogy majd lesz, biztos, hogy majd lesz háziállatunk is itt a százóba kívásba. Illetve nem csak a százóba kívásba, hanem majd szeretnék egy külön kis mini sorozatot, ahol ugye ahol ugye egy állatorvosi karriert szeretnék végigvinni, és akkor megnézzük, hogy milyen is pontosan az állatorvosi karrier. Jó. Olvasom, igen, olvasom közben a sima csetet is, csak az sokkal gyorsabban ugrál, mint a, mint a luc, és ezért inkább a lucot szoktam olvasgatni. Itt van uh, Dávid. Szia, Dávid! Hello! Uh, nem tudom, megvan még a róka gyermekünk, vagy azóta már át lett öltöztetve. Nem tudom, hogy meg tudom neked mutatni. Azt hiszem, azt hiszem ő volt a... Nem, ne legyen undorító. Tök jó, hogy egyébként ki tudom válaszolni ezt a gyereknél, hogy undorítóan viselkedjen. Ó, uh, mondjuk azért. Uha, uh, uh -huh, meg kéne fürdetni. Elég durván, mert elég büdös. Uh, a festményt amúgy befejezte a srác. Aha, jó, eladhatjuk. Mondjuk azért ezt festménynek nevezni. Nem tudom, Ö, nem lesz nagy művész belőle, azt már azt már most biztosan meg tudom nektek mondani, mert ez így eléggé gáz. Na mindegy. Igen, egyébként azt is írt, hogy rossz lett a minősége. Még kevesebbért tudtuk eladni, mint amennyiben a vászon került, konkrétan tönkretettük a vásznat. Ó, oh, hát ez annyira nem jó hír. Mindegy, paintinget fogunk nála fejleszteni, aztán majd meglátjuk, ha akarja, hanem ő belőle művész lesz. Aha. Hát ahogy látom, minden gyermekünk remekül, remekül próbálja magát fejleszteni, csak egyiknek sem megy. Mondjuk normál lett a minőség attól független, hogy odaégette. Elég durván odaégette. Jó, ezt a garden szaladot még azért csináld meg. És akkor ezeket meg bele kellene rakni a hűtőbe, és akkor a gyerekek bármikor ki tudják onnan venni. Ugye, most kettő szinten van neki a cooking, aha. Jó, azért még azt jó lenne fejleszgetni. 3 uh, hármas szintre. Van azóta új, amit ah, a Faux Bélt, abból is hát egy négyeset, aztán ö, uh, is szerintem csinálhat. Jó. Szia, de jó játékot nyerteseknek pedig gratulálok. Te vagy a kedvenc női videósom, és volt a kiskoromban hörcsögöm, kérdezi Edmond, -t. Hörcsököm nem volt, tengeri malacom volt, viszont azok olyan hangosak voltak, hogy biztos, hogy most már nem tartanék. Mert állandóan felkeltem arra, hogy hogy éjszaka közepén elkezdtek így nyivákolni. Biztos ismeritek azt a jellegzetes tengeri malac hangot. Azt a nagyon magas hangot. Na, kiskoromban még azt gondoltam, hogy ez tök cuki, aztán így, így idővel rájöttem, hogy lehet, hogy erre nekem annyira nincsen szükségem. Lehet, hogy csak én öregszem, de de azért most már nem tartanék ilyesmit kutyusok is jók. Kutyusok azok annyira nem hangosak. Már amikor nyilván azért van, amikor ők is tudnak hangosak lenni, de most, most egész nyugiban vannak. Ha van két káposztám és este 8 óra van, akkor milyen színű esernyője van a szomszéd Józsi bácsi macskájának? Kölykének a gazdájának. Biztos hogy benne, egy piros. Vagy ilyen szivárvány színű. Attól függ, hogy milyen a gazdia. Ú, uh, egyébként azok a szivárványos esernyők nagyon-nagyon királyok, régebben mindig is akartam egyet. Ez most komoly? Ide bejössz vécézni, és ki akarod küldeni anyádat, és az éppen, éppen fürdő csecsemőt, amikor ott van egy szabad WC, miért nem jó neked az a WC? És mortified lett tőle. Remek. Köszi szépen, legalább meg lehet fürdőt, vagy rendesen? Jó, legalább meg lehet rendesen fürdött vagy gyerek. Jó streamet írja, Ropi, köszi szépen, Ropi. Mindjárt 200 ezer, gratulálok, írja Andrea 2004. Hát azért kicsit még messze vagyunk tőle, de, de jó, nagyon király lenne, ha a héten meg lenne. Főleg, hogyha szombat van lenne meg. Azt majd meglátjuk. Oh Ó, szegény Aranka már fájnak a csontjai, minden baja van. Azt nézem egyébként, hogy most mit ír neki a játék, mennyi van. Hát azért még, még szerintem egy 110 napot fog kb. élni. Most így elnézve az életét. Remélhetőleg az, az pont elég lesz arra, hogy Kamilla már mondjuk Tini legyen, és akkor ugye nem nem lesz abból probléma. De egyébként, hogyha van Tini testkója, akkor biztos, hogy nem fogják elvinni. Jó, és, és hogy halad úgy. Hanyas szinten van neki most a motor. Még mindig csak hármas? Ja, hogy még csak mindig videójátékokkal játszik. Ó, te lány, képes voltál egész nap izét videójátékokkal játszani? Semmit nem fejlődtél, csak játszottál. Ilyen rossz gyermekeim legyenek, hát ez hihetetlen. El sem hiszem. Ez egy rossz példa, most mérges vagyok rá. Bizony, bizony. Már holnapra meg lesz a 200 ezer, nem hiszem azért. <laughs> ahogy nézem, ahogy nézem, még lehet, hogy a szuból sem fogjuk elérni, de igazából azt is most csak úgy poén kedvéből írtam ki. Azért ilyenkor, amikor már elkezdődik a suli kicsit, kicsit uh, ugye visszacsappan az érdeklődés minden csatornánál. De hát... De ez ilyen, ez már hozzászoktam így a hosszú évek alatt, azért már lassan 5 éve itt vagyok a Youtube-on, így tevékenykedek, úgyhogy a, a, szeptember az mindig az ilyen nyáron így hú, jönnek a feliratkozók és így szeptemberben így, mint hogyha elvágták volna a szálakat, de hát ez teljesen természetes, nyilván mindenki suli, aztán uh, aztán ilyenkor kevesebb idő van youtube mindenkinek. Kívánj valamit a kútnál. Kívánjunk valamit a kútnál? Hát most nem szeretnénk, mert most ilyen halálfejes. De majd felajánlunk valamit a kútnak, hát akkor megváltozik... Hát akkor majd megváltozik egy kicsit a kedve, csak most mindenki alszik, úgyhogy most ezért nem kell tennék fel ő szímeket. Amúgy a tinik írtak leckét, ő nem írta meg még a leckéjét, úgyhogy így nagyon-nagyon nehezen fogunk bármit is kezdeni ezzel. Ja, amúgy ezeket a gyerekjátékokat meg lehet, hogy jó lenne átadni a fiatalabb generációnak, mert nem is hogy ők már ezzel fognak foglalkozni. Meg szerintem ezt is eladhatjuk. Mikor lesz megint luxus játék, Jay Sims élő adás, írja Ibolya hajnal. Hát ezt még nem tudom előre, de majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Jó. De ha esetleg szeretnétek abban segíteni, hogy meglegyen a 2000 200 feliratkozók, akkor nyugodtan küldjétek el a barátaitoknak a streamet, hát ha, hát ha esetleg kedvet kapok ahhoz, hogy ők is csatlakozzanak a mi kis falkánkhoz. Jó. Andi meddig tart KB, kérdezi Sisi. Hát ezt nem tudom pontosan. Uh, igazából ameddig most kedvem van játszani. Azt terveztem, hogy jó lenne, hogyha Kamilla felnőne ebben a streamben, de amilyen lassan haladunk, Uh, nem vagyok benne biztos, hogy ez össze is fog jönni. Majd meglátjuk, majd meglátjuk. Igazából tök jó lenne, hogyha sikerülne, de de lehet, hogy csak aranka halálát fogjuk megvárni. Valamit azért jó lenne elérni ebben a streamben, hogy ne legyen olyan céltalan az egész. Jó. Neki a social és a higiénia még nagyon-nagyon lent van, úgyhogy a befélesztő...ja igen, már kiadtam neki, hogy menjen el fürdeni. És 25%-a van kész a leckéjének. Viszont a festést azt lehet, hogy még gyakorolhatná. Úristen, de csúnya lett ez a festés is. Mi ez? Mármint, oké, okay, látom azt, hogy ez egy pillangó és egy pók. És szegény pillangó nagyon-nagyon szomorú, mert a pók mindjárt megeszi. A gonosz, csúnya pók mindjárt megeszi. Ilyen szembe De. De hogy lehet ilyen ilyet Egy óvodást csinál. Jó, mindegy, eladjuk, legalább pénzed belőle. Szia, de én is készítettem neked ruhákat, már jó rég kérlek, nézd majd meg, te vagy a kedvencem. Majd, ha lesz soká baba, lehet Linda, kérdezi Lindus. Mindenféleképpen megnézem majd, és akkor, hát szerintem majd lehet Linda. Igazából elég sok név van még, amit, amit még nem használtunk, úgyhogy biztos, hogy majd lesz Linda is. Jó. Mikor lesz visszanézhető? Valószínűleg a holnapi nap lesz visszanézhető a stream. Úgyhogy... Uh, úgyhogy majd akkor... Holnapi nap, mert ugye fel kell, hogy dolgozza a live-ot a Youtube, és is valamikor, valamikor ez ilyen extrém lassan megy neki valamiért. Én sem értem amúgy sokszor, hogy miért, de... Sajnos ez ilyen. Jó. Mm. Aranka alszik. És a higiénia még mindig lent van, bár nála annyira nem fontos ez, mert... Most nem azt mondom, hogy legyen büdös, de ugye nem kell se abban a házba. Inkább az iskolásoknál fontos azért az, hogy ne legyenek nagyon büdösek, meg ilyesmi. Viszont a pici baba, a pici baba éhes, úgyhogy akár meg is élhetné ezt a scramble Ugye még, a oh, 40 perc, még megromlik, akkor gyorsan berakjuk oda, és akkor nem fog megromlani. Uh, remélhetőleg. Bár attól félek, hogy most miközben eszi, meg fog romlani. És az nem biztos, hogy jó. Nem tudom, hogy észreveszi egyáltalán egy ilyen pici baba, hogy megromlott az a kaja, amit éppen eszik. Bár az ízéről csak, csak föl fog neki tűnni, hogy annyira nem lett jó, annyira nem finom a téma. De majd meglátjuk. Jó. Szeretlek Andi, mint videósírja. Marci, köszönöm szépen. Ö pocak kérdezi, hogy készítette nekem fekete fehér rajzot, tehát persze, igazából én nem, nem szabom meg azt, hogy milyen rajzot küldtök nekem, vagy milyen rajzot szeretnétek. Olyat készítetek, amilyet szeretnétek. Tehát, uh, aminektek tetszik, ami hozzátok a, a legjobban illik. Nem fogok megharagudni, hogy a fekete fehér. Sőt, örülök neki egyébként, bármilyen fanartot küldtök. Jó. Hmm. Jó, aranka viszont most egész jól van. Lehet, hogy azt kéne, hogy megetetjük. Ezt akár ő is befejezhetné, mert úgy látom, ez a garden salad soha nem fog elkészülni. És akkor, hogyha evett, akkor utána benevezhetnénk még egy videójáték versenyre, hát ha nyerünk. Jó, és neki pedig suli lesz, de aj, nem fejezte be a leckéjét, akkor gyorsan még kácsuk fel, és akkor fejezze be azt a lecót. Hát a... hátha. az a kis baba is ott kidőlt, remek. Niki pedig Iki pedig nagyon-nagyon fáradt. Hogy látom, még mindig pihenget. Ő megírtam, ugye? Ő se írta meg a leckét. Ajajajajajajajajajaj. Jó, ezeket a játékokat meg ugye továbbadjuk a fiatalabb generációnak megint. Mert uh, ők tudnak majd sok vele játszani. Tinik már nem hiszem, hogy játszanak ezzel a Pokémonos cuccal. Még szerintem ezzel se fogsz már játszani, ezzel a superman -nál. Legyen meg az a 100, ova írja a lévai bálint, hát azért az még messze van, de köszi szépen, reméljük egyszer meg lesz. Nagyon-nagyon remélem amúgy, hogy meg lesz. Mert uh, lassan most már itt lenne az ideje. Bár valószínűleg azért az még legalább szerintem egy 200 rész, így is lesz a sorozat. Ugye először 170-et tippeltem, hogy 170 rész alatt lesz meg, de... De úgy látszik ez nem, nem hozható. De hogyha esetleg lesznek, a uh, hogyha esetleg lesznek hármas ikráink, akkor, akkor lehet, hogy az össze fog jönni. Ez az rász a gyerekből a kaját, hát ha le fog hányni. Akkor milyen, milyen jó pofa, hogy így egymással játszanak. Építik itt a testvéri kapcsolatokat. Van a -e e-mail címem, kérdezi macska lány, igen, lent a leírásban megtalálod, oda lehet elküldeni ezeket a rajzocskákat, ott fogadom őket. Így jó, és a haranka most tök jó van, úgyhogy akár... Akár meg is próbálhatnánk ezt a videójáték versenyt, csak előbb csináljon egy research-öt. volt web, és research, advanced game strategy. Ákos nagyon éhes, hát Ákos, egy babám. Légy szíves, vegyél ki innen a hűtőből egy kaját, és akkor tudsz enni. Jó, ide kivesszük, és akkor ebből tudsz enni. Királyság! Jó, és akkor közül meg elmentek a gyerkőcök suliba, ha minden igaz. Ö, Kamilla nem? Kamilla, te úgy megindulnál iskolába? Nagyon-nagyon örülnék neki. Jó, megindult. Állítsuk be azt, hogy tanuljanak keményen, bár eléggé rossz a hangulatuk, úgyhogy nem biztos, hogy ez sokáig menni fog nekik. Valószínűleg csak be fognak tőle feszülni, de majd meglátjuk. És akkor Aranka itt egyedül maradt a két kis tipegővel, akiknek Hát azért van problémájuk, nem mondom azt, hogy nincsen problémájuk, de szerencsére azért nem olyan borzasztóan nagy. És alvás közöbbek aki a gyerek, az kemény. Jó, és akkor play game, Nevezünk be egy versenyre, mégpedig erre a versenyre, és akkor ezt a sharpening saffron gyújtsuk meg újra. És hát akkor hajrá, hajrá, szurkoljunk együtt Alankának, hogy nyerje meg ezt a versenyt van ingyenes lúc, a leírásban megtalálod, hogy a kettőre tanuljon. Jó, ezzel most jöttünk ki. Olyan, olyan jó, hogy most jöttem haza, és stream is van, írja a Nusika. Hát örülök, hogy uh, sikerült ide jutnod. Mm, jó. Oké, okay, és... P.I. Class, fusson tovább! Hát még jó, hogy, jó, hogy nem uh, hagyjuk abba a tesi órát. Muszáj, muszáj. Nincs olyan, hogy elbújunk a bokorba. Mert aztán csak dagik. Nem hiszem el, hogy kigyullad a számítógép! Kigyullad a számítógép! Jaj, ne, és itthon vagyunk egyedül a, a tipegőkkel. Ne, de miért hozod be a gyereket, amikor tűz van? Miért hozod be a gyereket? Normális vagy ember? Nem, már, hát vidd... Ezt nem hiszem el. Jó, ö, tudjuk hívni esetleg a tűzoltókat? Nem. Most hova szalad? Ne csináld! Cs, ez, ez bolond. Ez bolond ez a nő. <coughs> Totálisan bolond. Hát ez... És most megint... Megint full csórók lettünk. Full csórók lettünk. Remek, remek. Jó, ö most megpróbáljuk azt, hogy áldozunk a kútnak. <coughs> Bocsánat. Hát, a jobb hangulatban lesz. És... <coughs> És akkor megnézzük. Pillanat. Na, itt vagyok, csak nem akartam mindenkinek az arcába köhögni. Kellett hinom egy pohár Úgyhogy... Uh, úgyhogy, ja, most, most, most maradt 200 Simoleonunk, és, és nem túl rózsás a helyzet, az az igazság. Mm, hát jó. Hát jó. Uh, igen, csak uh, jó vagyok egyébként, köszönöm szépen a kérdést, csak... Most rám jött egy ilyen kis köhögés. És az annyira nem jó, hogyha az ember a több ezer embernek az arcába köhög. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy addig elveszem a facecamot meg a hangot. Jó. Ö, folytassuk akkor. Most miért van, miért van mindenkinek a feje fölött szivárvány? Most boldogok vagytok, vagy sem? Nézzük akkor a jegyeket, hogy alakultak. Ő maradt négyes, ő is négyes. Ő is négyes, és ő is négyes. Jó, most elmentek minden gyermekünk négyes. És azt kellene megnézni, hogy akkor mi kell még nekik ahhoz, hogy, hogy ezt még tovább tudjuk fejleszteni. Ö, négyes tanuló, és, és, és motort kellene neki fejleszteni. Ha jó, akkor szerintem az lenne a legjobb, hogyha most idehoznánk, és akkor ezen a mászókán játszana egy kicsit, illetve ö, itt is játszhatna. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jobbulást kívánt, úgyhogy nagyon-nagyon aranyosak vagytok. Making friends. I to be friends with someone, but they don't see... Jó. Uh, csak maradj barátságos, aztán majd meglátjuk. Meglátjuk? Lesznek barátaid? Ne aggódj, mindenkinek lesznek barátai egyszer, úgyhogy ezen egyébként sem érdemes feszengeni. Lehet, hogy majd a következő suliváltásnál találod meg az igaz barátaidat. Uh, egyébként én sem voltam egy... Nekem is voltak túl jó barátaim általános iskolában, úgyhogy én is állandóan ezen feszengtem, hogy, hogy nincsenek olyan barátaim, aztán középsuliba, középsuliba meg tényleg lett. Uh, szia Andi, te hány babát tervezel világra hozni, és remélem nem akar százat, egy tud tudós ember kérdezi, majdnem túrósot olvastam. Uh, tehát én, én, én egyelőre nem tervezek gyereket, de ha lesz, akkor valószínűleg maximum egy darab. Mert, uh, nem, nem, igazából vágyom többre, majd meglátjuk igazából. Szerintem az még legalább egy jó 5-10 év, mire nekem gyerekem lesz, legalábbis nagyon-nagyon remélem. Jó. Nem, nem érdemes egyébként se ebbe a mai világba. Nem. Bizonytalan anyagi helyzetbe, meg mindenféle ilyen helyzetekbe. Gyereket. Gyereket vállalni. És egyenre még nem érzem azt, hogy én erre képes lennék, meg akarnám. Jó. Most én utálom a mokusokat, és ha köze van a kutyákhoz, akkor miért utálod őket, akkor én is azért utálom a mokus Én azért utálom őket, mert az egyik videóklipbe, ami egyébként az egyik kedvenc számom, az énekesem, nem az én énekesemet, szóval a kedvenc énekesemet egy, egy mókus próbálja meg kinyírni, és egyébként ez csak ilyen vicc, hogy utálom a mókusukat, szóval nincsen olyan állat, amit utálnék, csak ez ilyen, ez ilyen kis, ilyen kis poén. Nyilván emiatt nem fogok megutálni egy teljes állatfajt. Jó. Uh, megvan itt mindenkinek? Neki nincsen meg még a négyes, de neki már megvan, hogy akár ő abba hagyhatná ezt az egészet. És akkor csinálj meg a leckét. Meg aztán majd a szorgalmit is. És... Energize, az mondjuk jó. Szerintem akkor gyorsabban fejlődik neki a motor, nem? Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, jó. Akkor még egy kicsit mászikájára más rajta, és akkor meg lesz a négyes szint. Szia, jó játékot írja Alexanak, köszönöm szépen. Szia, de ezt kellett megkérdezni, meg alatt tudna ajánlani Gimer billentyűzetet, előre is köszírja Attila. Hát az enyém, az enyém az azt 7000 forint körül volt, most hogy ez Gamer billentyűzete vagy sem, azt nem tudom neked azt mondani. Elég jó egyébként, tehát tudnám ajánlani bárkinek, de de azért inkább szerintem uh, gyűjtöges még egy kicsit is, hogy manuális billentyűzetre úgy be, én is majd azt szeretnék. Bár azok eléggé hangosak, úgyhogy lehet, hogy videózás az annyira az nem jó, de majd még meglátjuk, ki a bubble és akkor Patrikot kell megint megfürdetni, ugye? Igen. Patrik az, aki egy kicsit büdös. Oké. Okay. Volt-e már kút? Nem volt még kút, mert most ilyen halálfeje van. És nem akarok sem meghalni, se mondjuk egyesre levinni a gyerekeknek az osztályzatát. Úgyhogy most nem kívánok, semmiféleképpen sem akarok most kívánni, mert vagy meg fognak halni, vagy az összes pénzük elveszik még jobban, úgyhogy nem, nem, nem lenne egy okos ötlet. Te vetted de a Sims 4 Igen, minden játék eredeti, amit a csatornámon láthatsz, és nem támogatom egyébként sem azt, hogy hogy tört játékokról videózom bárki is, hogy tört játék linkeket osszanak meg, úgyhogy én biztos nem fogok nektek ilyen linkeket megosztani. Megérdemlik a készítők szerintem azt a pénzt, amennyit beleáldoztak amennyi munkát beleáldoznak egy ilyen játékba. Tehát ő, nyilván ez ugyanolyan, mint a péknek is kifizeted a kenyeret, vagy a moziér is kifizeted a mozi jegyet. Bár nyilván ott is vannak más megoldások, de úgy gondolom, hogy azért több száz ember munkáját csak ki kell fizetni, mert aztán meg nem lesz következő rész. Tehát, ha nem veszik a játékot, akkor azt mondják, hogy ez egy nem sikeres játék, és akkor azt mondják, hogy nem lesz Sims vagy bármilyen más játéknak a folytatása. Jó. Úgyhogy azért ez egy kicsit összetettebb téma. Szia, Andi, lesz még esti live és jó játékot szórakozás mindenkinek, ja, és megismersz, kérdezi, mint Nazuke. Igen, megismerlek. Nem tudom egyébként, hogy lesz-e még most este live, attól függ, hogy hogy alakul az estém. A kút milyen kiegészítővel jött be, az azzal a Garden, Garden Stuff Pack, vagy Magical Garden Stuff Pack, vagy Romantic Garden Stuff Pack, valami esmi a neve. Cuccok csomag, úgyhogy 10 dolláros, nem egy drága. Úgyhogy, úgyhogy ha esetleg szeretnéd te is beszerezni, akkor ez az a kiegészítő csomag. Simsot nincsen. Simsot hülyeség, hogy van, van egy videós, aki ebből szerez rohadt sok nézettséget, hogy azt hiszi, hogy, 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 hogy elhiheti a, a, külföldiekkel, akik nem tudnak olyan jól angolul, hogy van Simpson, de nincsen Simpson. Ha lenne Simsot, akkor már nem fejlesztenének Sims 4-hez kiegészítőket, ezt higgyétek el ez, ez mindig úgy szokott lenni, hogy ha mondjuk a Sims 4-hez mondjuk fél évig vagy egy évig nem, nem készül kiegészítő, akkor jelenik meg a következő Sims. Tehát ö, 2000 óta én azért követem a Sims Simsek alakulását is. Ez, ez, mindig így volt, szóval egyszerre nem fejlesztenek két játékot. Jó, keres tovább a játékodat. Oké, okay, és. De srácok, azt akarjátok, hogy meghalljak, mert hogy állandóan írjátok, hogy kívánjak a kúttal, de csukjás halál. Nem fog jó lenni, bármit is kívánok, és az nem. Tehát, vagy szívünk, vagy elveszítjük az összes pénzünket, ha jó jegyeket kívánunk, akkor rossz jegyeik lesznek, úgyhogy biztos, hogy nem. Úgyhogy biztos, hogy ezt most nem. Uh, esetleg még egy 100-as neki ajánlani, hát akkor megváltozik a kedve, de Aha, most, most jó kedvű. Most jó kedvű, és szerintem most nem gonosz, jó kedvű. Jó, próbáljuk meg... Uh, Simoleont kívánjunk, igazából olyan sokat egyébként sem veszíthetünk. De látjátok, ez is, ez is, rossz volt. Most maradt nulla szimulálónunk. Remélem mindenki boldog, aki most azt akarta, hogy kívánjunk a kuttól, legalább nem haltunk meg, de most Arankának rossz kedve lett. Jó. Oké, és egyébként nagyon-nagyon klassz dolgot tervezek nektek 200 feliratkozóra. Remélem tetszeni fog. Az egyik az, hogy lesz két darab új mintem. Kettő darab. Az egyik ebben már kész is van, a másik az még készülőben van, és nagyon, nagyon remélem, hogy el fog készülni, és, és nem tudom, hogy, hogy, hogy mondja ki -e esetleg ennél többet. A lényeg az, hogy egy kis kedvességgel is szeretnék nektek készülni, úgyhogy majd meglátjuk, majd meglátjuk. Nem, nem árulom el, nem árulom el, szóval lesz egy kis ajándék, amit majd, amit majd így osztogatok nektek rendezvényeken, de erről majd kicsit-kicsit később Hashtag Falkatak, szia Enikő, köszönöm szépen, hogy írtál Enikő, és ezzel támogattál Lucon teljesen ingyenesen. Jó. Na. Adél a masszás egyet, nem adom el, mert sokkal kevesebbet érne, hogyha most adnám el, szóval nem tudom ugyanannyira eladni, mint amennyire vásároltam, és a későbbiekben még kelleni fog, szóval most eladom, akkor, akkor az lesz, hogy majd később megint drágán meg kell vegyem, és ezzel nem érek semmit. És az nem jó. Az nem jó. Ö, kellene még, kellene még... Ö, lehet, hogy azt kéne, hogy most kijövök ide. És akkor szedegetek ilyen cuccokat, és azokat eladjuk. Ja, valószínűleg az lesz, az lesz a legjobb, hogyha most itt szedünk békát, meg mindenféle ilyen guztustalan dolgot, és akkor... Azokat eladogatjuk, és akkor megint lesz egy kis pénz a családnak, illetve, ja, hát a tányérok eladásából is tudunk pénzt szerezni. Amúgy miért ilyen szomorú? Ja, hogy lonely. Aha, magányos. Jó. Ö, <kül> akkor azt kéne, most, hogy látom, most nincsen itt semmilyen tányér, vagy ilyesmi, hogy ide küldjük. Ezt miért nem tudom, Harveston? Ja, hogy nagyon-nagyon ideges most. Ami mi az miatt, mert ugye veszítettünk egy csomó pénzt. Jó, akkor viszont azt kéne, hogy fürödjön. Nem give up, hanem ő fürödjön. Na, attól egy kicsit Lenyugszik, és utána el tudunk menni egy kicsit gyűjtögetni, és akkor lesz pénzünk. Megvan a szubból? Wow, köszönöm szépen! Nagyon-nagyon szukikoltok, -nagyon tényleg nagyon szépen, köszönöm! Úgyhogy... Uh, Csúrócsont család. Úgyhogy, uh, ha nem maradszatok, akkor ezt most átírom. Mert aztán egy csomó ideg... Uh, utána meg az lesz a cseten a téma, hogy nincsen átírva. Aha, nem így, hanem így. Jó, és akkor... Ah, mondjuk emeljük még, még egy ötvennel. És nagyon-nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy ezt összehoztátok nekem, úgyhogy már most nagyon boldog vagyok. Még, is, még, egy, még egy kicsit közelebb lettünk, ugye, ahhoz, hogy, hogy elérjük azt a 200 ezret. Ja, uh, Andi gondol vissza az első részre, és nézd meg, hogy hol tartunk most. Bizony bizony nagyon-nagyon durva egyébként, hogy már így is mennyit tudtunk fejlődni. De kíváncsi leszek egyébként, hogy hol fogunk tartani majd a százból a kívás végén. Tehát azért az is elég durva lesz az is elég durva lesz. Adi legyen rengeteg babát írja, édó, hát remélem csak a játékban kívánod a rengeteg uh, babát. <laughs> De majd meglátjuk, meglátjuk. Hát ott ott én is remélem, hogy lesz sok-sok. Most miért a ja? vagy, mert hogy nagyon éhes. Jó, hát akkor egyen egy... Ah, ez is megromlott közben. De legalább lesz egy kis pénzünk, és akkor megint kéne valamit csinálni. Uh, Csinálj meg csízt és akkor party ez 14 színvonalomba kerül, az annyira még nem durva. Szia Andy, jó játékot írja Kinga, köszönöm szépen. Te vagy az első gameplay-es videós, akit elkezdtem nézni, nagyon szeretem a videóit, a további jó játékot írja Pan Kitty. Köszönöm szépen Kitty, és tök jó, hogy, hogy ez így ennyire megmarad benned, hogy én voltam az első. Jó. Na nézzük közben, hogy uh, hogyan halad ezzel a kajával. Az a baj nagyon fáradt, és most ezért nem fogom tudni elküldeni. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy még lefektetjük aludni a rankát, és akkor utána megkajál, ő elmegy még WC-re, mert aztán föl fog kelni. Azért mert pisilnie kell, és akkor utána aludjon. Jó, Gedeon alszik. Ők egyébként írtak le... Ő nem írt leckét. Aha, az mondjuk gáz. Jó, írjon leckét. Ő ő, neki miért nincsen a középsúris leckéje? Hajjajjaj, meg kell csinálni neked is a leckét. Aztán... Ő, ő se kezdte el még, Kamila se kezdte el még a leckéjét. Így aztán soha nem fogtok felnőni, gyerekek. Így aztán soha nem fogtok felnőni. Ő pedig 50%-át csinált meg a leckének. Hát szép, egy kicsit nem figyelek oda, és akkor már, már ennyire, ennyire elhanyagoljátok itt a dolgokat. Jó. Nem gondolkoztam egy újabb sport sorozaton, tudom, hogy egyszer már régen volt sorozat, de na, írja DJK. Az az igazság, hogy a sport egy 2008-os játék, tehát hogy lassan 10 éves, és, és, annyira nem tartogat szerintem újdonságot, hogy egy végigjátszás bőven elég belőle, inkább más játékokkal szeretnék foglalkozni. Úgyhogy nem hiszem, hogy lesz még egy spor. Az az igazság, hogy tényleg maximum gonoszként tudnám végigjátszani a játékot, de annyira Lényegi változások szerintem nincsenek, hogy legyen értelme. Kívánjak most a kúttól, hát ha jó lesz. Hát, ö, megnézhetjük. Most vidám. Aha, most tényleg most nagyon vidám. Hát ha az a baj, ez így nem lesz jó, hanem neki kéne kívánnia. És akkor leont kívánjunk. Léci, léci, most most nem gonosz vidám, ugye? <tosz> Nagyon feszült lett, és. Hmm. Aha. Valami tanácsot kaptunk elméletileg, de pénzt azt nem. Pénzt azt nem. Na mindegy. Ez is igazából szerintem jó volt. És akkor még ő is fejezze be a középsulis leckéjét. Nem tudja? Nem, mert nagyon-nagyon feszült. Aha. Jó, akkor kajáljon egyet. Aranka, miért itt alszik? Aranka! Menjél az ágyba! Mikor kelted ki a dinó tojásokat? Ezekre gondolsz? Uh, a green screen egyébként szépen átvilegít rajta, ezeket nem fogom kikelteni, ezeknek más céljuk van, de mondom, ez is egy meglepi a 200 ezerre, úgyhogy majd elmondom, hogy pontosan ezek, ezek mire is lesznek és hogy is lesznek. Úgyhogy uh, egyenlőre többet nem árulhatok el. De lehet, hogy egyet kikeltek, lehet, hogy egyet kikeltek. New Gedeon. Gedeon kajózik. Egy lúc neked ment köszönöm szépen a nevedet, nem tudom kiolvasni, mert borzasztóan hosszú is egy magánhangzó sincsen benne. De nagyon-nagyon szépen köszönöm. Uh, most lefeküdtő aludni. Ők, ők megírták a leckét? Ja nem, mert ő túl tensz volt. Ah, még mindig túl tensz, úgyhogy jó lenne, ha nézne egy kicsit tévét. És utána szerintem meg tudja írni a leckéjét. Jó, mondjuk 5 óra van, úgyhogy nem hiszem, hogy most már neki fog állni. Ő 75%-át írta meg a házinak. Úgyhogy fejezzük be, legalább a 100%-a jól lenne, hogyha kész lenne. Hogyha most nem írtok szorgalmit, nekem az se baj. Ő neki készen van a leckéje. Az már mondjuk egy pozitív dolog, de igazából az extra kreditet is megoldhatnánk. Illetve neki is még az extra kredit ott van, ugye a szorgalmi feladat. Jó. Megint kívánják a kúttól, mit? Mit kívánjak? Most egyáltalán a hangulatban van? Most ilyen semleges. Jó, hát uh, Kívánjunk akkor itt jobb jegyeket, nézzük meg. Jó játékot és jó live-ot, Andírja Dodó, köszönöm szépen, Dodó. Aha. Oké, okay, jobb jegye lett, elméletileg. Annyival lett jobb jegye, hogy majd akkor, ha most hulliba megy, akkor, akkor, akkor <laughs> Akkor lehetne ötös, de mivel az egyik skill még csak kettes szinten van, ezért nem lesz az. Ajajaj. Aj, aj, aj. Mm. Azt nézem, hogy nálam mit kezdtünk el? Cookingot, aha. Jó, hát azt, azt, biztos, hogy nem tudjuk most hármas szintre fölfejleszteni sajnos. Bár amúgy lehet, hogy jó lenne majd skill könyveket vásárolnunk, és hogyha azokat olvasgatják, ugye azzal is fejlődnek. Talán egy kicsit gyorsabb lenne. Jó. Uh, Szia, Andi, mindig üzenet, üzenet Lucon, de sosem kapod meg, remélem ezt megkapod, Lara írta. Most megkaptam, és köszönöm szépen, hogy üzentél nekem. Uh, Hampelenci kérdezi, Szia, szeretném kérdezni, lesznek a jékok kis videók, eltekintve a Mozo gamer gamertől, úgy amúgy. Uh, lehetséges, hogy lesznek, de először is szeretnék egy kicsit visszarázódni. Most egyébként elterveztem azt, hogy uh, vásárolok magamnak újra a felszerelést, mert ugye ami nekem volt, azt vagy kinőttem, vagy eladtam. Úgyhogy, úgyhogy most egyedül egy korim van. Ugye a többi cucc is, ami ott volt rajtam a videóban, az, az kölcsönbe kaptam. Úgyhogy, úgyhogy tök jó lenne. Lehet, hogy majd lesznek ilyen random dolgok, de szerintem azok már a vlogos csatornán inkább. Jó. De most ne kajáljál, nem menjen suliba, kérlek! Te sem mentél el? Jó, ja, hogy leckét ír. Jó, oké. De szerintem inkább menj el suliba, és az, az most fontosabb, mint a lecke. És hamarosan egyébként a tiniaink felnőttek lesznek. Kicsit akkor már egyszerűbb lesz a dolgunk. És akkor már nem mentek el suliba. Összetörték a szívedet, drága Gedeon! Jaj, te szegény. Te szegény fiú, te. Jó, és, és tippegők, Mikor fogtok ti felnőni? Lehetne már felülettek lassan, rendes gyerek. Még három nap? Mi három nap? Ne vicce! Nézem meg a család inventory jó, megnézzük. Csak oda is kattintok. Mm. Van négy darab ilyen tányérunk megint. Ezeket szépen eladjuk, és akkor most van megint egy kis pénzünk. És ezt is megnézhetnénk. Ó, uh, hamarosan megint számlánk jön, az mondjuk nem jó. Az mondjuk nagyon-nagyon nem jó, mert nincsen pénzünk, szinte semmi. Aranka amikor hal meg. Levente. Levente, te ilyen... <laughs> Ennyire azt szeretnéd, hogy megaljon a ranka. <laughs> Még szerintem egy öt napja van hátra. Még szerintem egy öt napja van hátra. De... De ne kívánt azért a halálát. Jó. Ezt kibontjuk. És kaptunk egy ilyen Dr. F-et, amit el is adunk gyorsan, mert Dr. F-re nekem nincsen szükségem. F doktorra. Mikor lesz Soulbound? Azt hiszem 8-án a következő rész, de ez Bencétől kérdezt, mert nem az én csatornámon fut ez a sorozat. Miért van két kuka? Azért, hogy gyorsabban el tudjuk adni a dolgokat. Ezt többen is javasoltátok, hogy... Hogy így, így azért jobb lenne. Látod, így ide berakom ezt, és akkor ide berakom ezt, és akkor nem kell megvárni, amíg az ott zöld nem lesz, hanem egyből. Egyből! Megvan tedd ki Sárának a sírját. Nem akarom kirakni, mert akkor folyamatosan szellemek fognak itt járni, és még rosszabb kedvük lesz, és folyamatosan sírni fognak, meg minden bajuk lesz, és az nem jó. Most komolyan nem mentek el iskolába? De mondta, miért nem jársz iskolába? Most már tényleg kicsit kivagyok tőled. Jó. Most végre elindult, végre, bár egyébként mindjárt vége a sulinak, úgyhogy olyan túl sokat nem érünk azzal, hogy most elment, de Legalább, legalább nem hagyja ki ezt a napot. Ez a Gedeon, ez, ez egy rossz gyerek. Én, én úgy látom. Ez a Gedeon egy nagyon-nagyon rossz gyerek. Kis picurokat megfürdetjük. Uh, nem Emilia az utolsó lánygyermek. Jó játékot kívánok, Kata. Nem Emília hanem uh, Camilla. Direkt odafigyeltem rá, hogy amikor születtek, Camilla született utoljára, mint lánygyermek. Úgyhogy uh, úgy, Camilla lesz az, aki tovább viszi a kihívást. Uh, extra credit. Jó. Erdélyben lesz a -e találkozó, ez sajnos egyelőre még nem tudom, de azért nagyon szépen köszönöm a luccot, Dániel. Jó, húha. Szia, Peti! Wow, nem is tudtam, hogy valahogy betévetél a live -omra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Tök jó. Na. Most most ezen meglepődtem, bocsánat pihenjenek szerintem, akkor a gyerköccök egy picit. Most hogy pörögött ennyire az idő, hogyha az egyik gyerek ébren van? Elmertek olyankor nem szabad hogy pörögjön. De mindegy. Mindegy. Jó. Aranka, Aranka pedig szerintem most már igazán föl és foglalkozni. Ó, oh, hazajött az egész család. Remek király. Egy skillt kellene level 3-asra fejleszteni. Aha, uh aha. -huh, uh -huh és, és a painting volt nála, ugye? Mert hát akkor fes... Ah, nem tud festeni, mert megint minden baj van ennek a fiúnak. Jó, akkor feküdjél le aludni. Te pedig, mi most péntek van, úgyhogy lesz egy egész hétvégénk. Lesz egy egész hétvégénk arra, hogy... Uh, hogy ezeket a skilleket fölvegyük. Viszont akkor arra, meg fog halni. Meg fog halni. Az viszont nem jó. Jó. Uh, cookingnek meg a főzés volt, ugye? Adjuk ki neki akkor meg azt, hogy főzzön egy kicsit. Mint ilyen Frank Sandbiz, bár ettől folyamatosan fingani fognak, ami nekünk nem biztos, hogy jó, de nem baj. Legalább lesz egy csomó tányérunk, amiket majd el tudunk adni. Kb. ennyire jó egyébként most az ő skill fejlesztése. Meg nyilván arra is, hogy a tippegők nem fognak nekünk itt éhen halni. Jó, ezt is eladjuk, meg ezt is eladjuk. Oké, és... és... most amúgy mit csinál? Jó, ja, hogy kiadtad neki, hogy fürdesse meg a gyerekeket, de... Ha ő meg lehet fürdetve, ő viszont még nem. Úgyhogy megint a kis göndörhajúval van a probléma. Egyébként ezt a göndörhajút állandóan fürdetni kell. Nem tudom, még szeretétek -e, de szerintem most itt a streamben legalább már háromszor megfürdettem ezt a gyereket is így. Ah, hogy lehet valaki ennyire büdös? Hihetetlen. Ö, gyerek lehet, nézhetnek úgy, mint te. Persze, lány, a fiút nem is akarok, hogy úgy nézzen ki, mint én. de nem, nem szeretnék olyan szímet, ami rám hasonlít, mert, mert akkor másképp játszanék vele, mint a többiekkel, és az úgy meg annyira szerintem nem lenne jó. Most te tényleg ide akarsz jönni fürdeni? Hát ott is van egy fürdőszoba. Hogy amúgy... Miért megy minden nekünk tönkre? Egyébként lehet, az lenne a legjobb, hogy haranka ezeket. A ah, -re mentem, nem megjavításra, most már mindegy. Szóval, hogy van most a kút? Most megint gonosz. De miért gonosz? Pedig olyan jó lenne egy százezer egy, egy szimola, mondjuk nyerni. Jó, egyébként annyit nem lehet, tízezeret lehet a maximum nyerni, de. De azért jó lenne. Elromlott a WC, jaja. Itt minden elromlott most, nem csak a WC. Jó, te egyél. Meg te is egyél, mert aztán az lesz a bajotok, hogy ilyesek vagytok. Aztán Aranka. Aranka, te meg most ne ezekkel játszál. Most egyébként, amióta öreg lett, állandóan problémái vannak, de mindennel. Most kicsit kiküldöm, ameddig még, még lehet vele bármit is kezdeni. És akkor kezdjen el ásni, meg minden ilyesmi. Meg gyűjtögetni. És akkor remélhetőleg azzal szerzünk egy csomó pénzt vagy legalábbis annyit, hogy ne olyan ilyen a családom, és hétfőn ki tudjam fizetni a számlákat. Igazából nekem már az is tökéletes. Jó, ahogy látom, itt a környéken ennyi van, amit össze tudnánk gyűjteni. Itt a kertben most nincsen semmi olyan. Igen, az csak kosz. És mondjuk ide, amíg átjöhetünk. Ére még akár átjöhetünk. Szomszéd kertjéből szépen ellopjuk a dolgokat. De nem baj, nem fogjuk őket zavarni. Jó, többet nem tudok nekik adni. Mit talált? Uh, Fossziliát. Aha. Fosszil rock. Akkor bontsuk ki. Bontsuk ki, mi lesz benne. Tíz darab epret is szereztünk. Nulla szimalomba kerül az eperre. Ne viccelj! Hát az eper a egyik legjobb kaja. Hát mi az, hogy csak... Mi az, hogy csak ennyi. Hát jó van. Hihetetlen. Jó. Mindegy, mindegy, nem foglalkozok vele. Menjen akkor még el WC-re kajálni és aludni. Nagyon-nagyon sokan vannak ebbe a Most valahogy egyébként tiszta káosz az egész. Ugye gyerekek se akarnak tanulni, meg nem akarnak felülni, meg állandóan ébren vannak. Most neki is kiadta, amikor hazajött, hogy feküdjön le aludni. Nézd meg! Nézd meg, mennyire fáradt! Ennyire fáradt! De miért? És így, így egy skillt kellene a level 3-asra a festés, de nem tudom, mert túl van komfortabb. És ha lefektetem aludni, remélem most lefekszik aludni. Ö, neki is vécéznie kellene. Én most ebben a fürdőszobában nincsen senki. Ő is feküdjön le aludni, de vele se tudtam semmit csinálni. Mert... Ö, mert, ö, mert hogy a cooking... Mondjuk a cookingot azt még lehet, hogy neki föl tudnám vinni. Ha ja, föl kell. Pán de csináljon, single service. Jó. Miért van ilyen kevés pénzem? Hát, mert kívántunk a kúttól, és elvette az összeset. Leginkább azért. Arra, meg mindjárt bepisil itt az utcán, ami annyira nem lesz király. Remélhetőleg lesz annyi sütni valója, hogy elmegy magától vécézni, de minden esetre azért kiadjuk neki. Nem, valószínűleg be fog pisilni. Nagyon-nagyon valószínű, hogy be fog pisilni. Jó. Befagyott a szubgól. Aha, jó, oké. Okay. Ó, oh, megint megvan! Wow! Azt a minden itt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Erre nagyon-nagyon nem számítottam. Hát akkor... Euh, akkor viszont... Akkor még, még emelek rajta. Hogyha nem haragusztok. Jó, és akkor még egy ötvenet dobunk. Hát ha... Nagyon-nagyon szépen köszönöm és azt is, hogy szóltál. Szerintem jó játékos, sok sikert írja Breda King, köszönöm szépen. Kéne Teó tehetség az, hogy nem fog megromlani a kaja. Ja, ja, ja csak az a baj, hogy szerintem ő azt úgy, úgy szerezte, hogy ugye elküldtük szakácsnak, és ugye a szádból kívásban nem ö, dolgozhatnak rendes állásban a, az anyukák, úgyhogy ezt sajnos nem tudjuk itt hasznosítani. Úgyhogy ez így annyira nem, nem lesz így megoldható, de jó lenne, hogyha ez így lenne. Jó. Mm, és Aranka megint nagyon fáradt, meg lent van a higiéniája, engem ebbe pisít. Azt mondjuk megértem, a tiszta pis is az ember, még nem tudom mitől lett ilyen saras, de mindegy, már annyira nem menjünk bele, nem hiszem, hogy érdemes. És most amúgy jól vagy annyira, hogy fess egy festményt. Lehetséges, meg tudjuk oldani. Jó. Köszönöm szépen egyébként írtátok, hogy hozzátok össze a 2000 lájkot is. Nem tudom, hogy uh, most mennyi van, nem látom, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha belájkoljátok a videót. De persze csak akkor uh, lájkoljátok, hogyha tetszik is. Í, jó, ő is alszik. Kiadtam neki utána, hogy főzön. Talán még egyet kiadhatnánk neki, és akkor biztos meg lesznek is a hármas szint. Ezt csinálja meg. Bár mondjuk most hétvége van, úgyhogy olyan nagy jelentősége ugye nincsen ezeknek, mert úgyis majd akkor kell menniük. Hétfőn akkor meg már minden meg lesz nekik. Remélhetőleg nem, nem fog semmi a rossz történni velük, hogy aztán... Hogy aztán... Euh, még egy napot kelljen ezzel várni. Hogy meg idősebbek lehessenek. Jó, ez még jó. Nem, ez már megromlott. Akkor ezt is kidobjuk. Legalább lesz egy kis pénzünk. Lassan örülök annak, hogyha megromlanak a kajáink. Ez még, ez még, egy óráig jó. Berakjuk a ütőbe, azért ne romolja meg minden. Ö, uh, szia, mit tippelsz? Hány lesz a kihívásban? Szerintem 5-6. Hát, tipre? Szerintem, szerintem egy 7-8 inkább. Bár, hogyha azt nézzük, hogy most, most vagyunk ugye a harmadik anyukánál, és és ugye a második anyukánk az, az elég tragikus halált halt. Így azt gondolom, hogy, hogy lehet, hogy kevesebb, de hát nem lehet tudni ugye, hogy hogy milyen életük lesz, hogy mindig megéri egyáltalán az örekkort. Úgyhogy uh, szerintem a 7 hét, hét ami reális. Jó. És akkor ő most mit csinál? Csak azért se kezdett el festeni. valahol már meg is festette? Na, kezd fejlődni, kezd fejlődni, azt kell, hogy mondjam. Ez azért már annyira nem tragikus, mint az a pókos, az az borzasztóan csúnya volt. 2000 like, wow, köszönöm szépen, nagyon-nagyon kedvesek vagytok volt a sorsolás? Igen, a stream elején volt a sorsolás. De majd valószínűleg a szeptemberiek közül is lesz, lesz olyan, akit majd kiválasztok. Szia Andi, előre is boldog szülinapot, remélem én vagyok az első, és előre is ö, gratulálok a 200 ezerhez, köszönöm szépen. Fanni Rácz írja, Rácz Fanny, hogy szia Andi, jó játékot jöttem, rakott káposztával erősítésnek, köszönöm szépen a moderálást Fanni és jó étvágyat kívánok a rakott káposztához. Jó. Feküdj le aludni. Mert te állandóan fáradt vagy. Nem tudom, hogy te mit csinálsz, te fiú, de állandóan fáradt vagy. Ő pedig, Kamilla pedig, hogy van most? Aha. Még az extra kreditet megcsinálhatnád, pici lány, és akkor, akkor már tini lehetsz, hogyha a hétfőn hazajössz a suliból. Nagyon király lesz neked, tényleg, is utána már lassan szülhetsz is új babákat nekem. Utána, utána, szülhetsz babákat. Aminek nem biztos, hogy most örülsz, de te leszel a következő anyuka, úgyhogy úgyhogy nagyon-nagyon jó lesz neked. Jó. Ez az első utcom jó játékot ír a Doggy Lilla. Köszönöm szépen. Jó látjuk csak így tovább írja Köszönöm ezt a lucot is. Skyrim lesz a napokban? Hát én nagyon-nagyon remélem, mert már kedvem van játszani játékkal, csak egyelőre időm nem volt. Úgyhogy azért nem volt mostanában. Jó, most minden megvan elméletileg neki. Még annyit kellene, hogy akár vehetnénk uh, ilyen általános iskolás feladatot. És akkor, ha azt még megcsináljuk, akkor biztos, hogy szerintem már tini lesz. Uh, dekoratív... Igen, ezeket is eladjuk. És akkor nézzük meg ezeket a sulis feladatokat. Hol voltak? Itt voltak, vagy nem itt voltak? úgy uh, ez is baromi jól néz ki, ez egy ilyen játszóház a babáknak, vagy hát a gyerekeknek. Ugye ez is azzal a kiegészítővel, vagy nem kiegészítővel, hanem a custom content töltöttem le, meg vannak ilyen dobókockák, meg ja, van, van ilyen izé, <gül> <gül> ilyen. Mi ez? Uh, nem üteszem benne a pokémonnak hirtelen a neve, de van ilyen billink. És szerintem ezt ide le is rakom. Slopok, talán slopok, igen. Lesz, és van kék is. De most egyenlőre jó lesz nekünk a rózsaszín. Meg amúgy vannak ilyen különböző pokémonok is, hogyha minden igaz, ilyen baba játékok. Ö, itt van egy magikarp, mert szóval van egy nézőm, aki borzasztóan oda van ezért, úgyhogy már csak miatta is ezt így letöltöttem. Itt van egy magikarp, illetve ö, van Pikachu is, ha minden igaz. Mindenféle más amúgy ilyesmi. De azokat most valahogy így nem látom. Sajnos, akkor lehet, hogy azokat elfelejtettem berakni a játékba, de majd, majd akkor azokat is megnézzük. Na jó, oké. Meg van úgy szőnyeg, van ilyen rókás, rókás szőnyeg, ezt is valaki küldte nekem e hogy ezt mindenféleképpen használjam, úgyhogy ezt a rókásat ide beraktuk, bár amúgy ez a szín annyira nem passzol -e ez a szobához, és ha jól emlékszem, van ilyen kutyamancsos, úgyhogy kutyamancsos lesz. Jó. Ö Mitől halt meg az előző anyuka, kérdezi Szilveszter Bedő. Ő, hát ugye elégett a napon, mert vámpír volt. Kicsit kellemetlen volt. Honnan vannak ezek a tányérok a House inventory -ban? Szerintem szülinapra kapjuk őket. Legalábbis, legalábbis eddig mindig így, amikor szülinap volt, akkor jelentek meg. De most így nem nagyon volt senkinek se szülinapja, úgyhogy nem tudom. Jó. Super! tök szuper. Niki amúgy hogy van? Niki, Niki, Niki. Neki kell még, ah, neki még kell, neki még kellene főznie, jó, hogy még alszik, jó. De szerintem, hogyha ezt a kettőt megfőzte, akkor az meg is lesz. Ő, neki is még festenie kellene, de megint minden baja van ennek a fiúnak. Keltsük fel egy kicsit. Jó, most én keltettem föl, szóval, hogyha fáradt lesz és kiakadok rajta, akkor tök hülye leszek. Ezt most így előre aláírom. Mm. Viszont ennél kellene valamit. Mert eléggé éhes, és akkor szerintem utána akár festhetne is. Nincsen bent a hűtőben semmi kaja? Ez még jó, ugye? Aha. Akkor egyem meg ezt a franks Jártam-e már Miskolcon? Nem voltam még Miskolcon, viszont... Viszont hamarosan megyek. Hamarosan megyek, de ez még nem hivatalos. Úgyhogy... Úgyhogy majd ha hivatalos lesz, akkor pontos időpontot is tudok mondani. És akkor lehet elmetek majd Miskolcon is találkozni. Bizony, bizony. Szia Zsömi! Szia Zsömi Zsömi! Köszönöm szépen, hogy itt vagy a streamben! Jó, hogy van amúgy a kút? Még mindig gonosz. Ne legyél gonosz, te kút! Az a baj, ha most hétfőn jön a számla, azzal az összes pénzünk el fog menni. Ami annyira nem jó. Aranka meghalt, mert bepakoltam a táskámba holnapra. Még nem halt meg. Nagyon akarjátok, hogy meghaljon a ranka. Azért... Nem, nem, nem is sajnálnátok, mert ennyire kamillát várjátok a következő anyukának. Még életben van. Uh, Vaszeg egyébként is egy elég érzelgős moment lesz az, amikor meghal. Ó, amúgy itt egy, itt sulis lecke. Akkor csinálja meg ezt. Csinálja meg ezt. Jó. És Emilia pedig, Emilia is most már tök jó hangulatban van, neki minden megvan, amúgy, hogy a suliba jó legyen. Nem, még a leckét nem kezdte el, és azért megiratom velük, oké, okay, hogy szombat van, és ugye hétfőre kell, de most elkezdem vele megiratni, és akkor, akkor biztos, hogy nem fogjuk elfelejteni. Jó, neki is kész van a leckéje, ö, és a, a szorgalmi is, hogyha minden igaz az igen, mert nem tudom már a szorgalmit megírni, és akkor neki minden jó, neki is minden jó, és akkor két tinivel kellene még ugye kicsit többet foglalkoznom. Csináljunk még egy szomorú festményt. Remélhetőleg ne azt a pókosat, mert az egy tragédia. És akkor majd meglátjuk. Itt a negyedik Lúci is a Petra. Köszönöm szépen Petra a negyedik lucodat. Jó. Niki közben megszerezte a comedy skill-t, úgyhogy most már most már nagyon-nagyon humoros lány lett. Nem, egyébként nem. De az első viccét már. Első viccét már elmesélte. Jaj, nem megint ezt a csúnyát fested? Ebből egyébként lehet szépet is festeni, vagy ebből csak ez a csúnya van? Jó, legalább megvan a hármas szint. És akkor neki is elméletileg minden megvan, hogyha még megírja a házi feladatát. Ami pedig itt van. De azért még megvárjuk, amíg befejezi ezt a csodálatos fest, mint még oda a száját, egy szomorú száját húzzál és sok király lesz. Jó, és akkor ezt még eladjuk. Mm, Niki pedig, Niki... Neki még mindig nincsen meg, akkor vele még mindig főznünk kellene. Mit főzünk? Cseng, fruitszeletet. Meg esetleg valami... Valami nehezebbet is főzhetnénk, hát ha az majd segít. Ö, legyen ez a Tofutakosz. Szerintem ez lesz a legnehezebb, hogyha ez van a lista legalján. Boldog szülinapot örülnék, ha meg lenne a livestreamben, de a bénosságommal nem valószínű, hogy fog sikerülni. Ö, köszönöm szépen. Ö, nem tudom egyébként, hogy, hogy, a szülinapomon lesz -e majd meg a 200 ezer, de majd meglátjuk. De egyébként köszönöm. Bár egyébként nem, nem ma van a szülinapom, úgyhogy egyelőre ne kívánjon mindenki, mert az úgy, az úgy, az úgy furán jön neki. Egyelőre még azért azt a szombatot a szel kell, hogy érjük. Jó. És akkor már csak neki is a leckét kéne megírnia. Jó. Minden, minden szuper, akkor most el se hiszem, hogyha minden szuper lesz. Nem, mert ő leckét még nem írt. Figyelekem, figyelekem. Ezt megcsinálta? Ezt így a bajta? Hát akkor fejezzük be azért ezt a vulkános cuccot. Na, úgyis ez tök jól nézett ki a trailerben. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Szerintem ezt a vulkánosat amúgy még nem építettük meg. Ó, most fókuszállapotban van, mert ő odafigyelve csinálja ezt a vulkános házi feladatot. És közben a mental -ja is javult. Na, ez mondjuk jó. Ez mondjuk jó majd, amikor felnőtt lesz, akkor jól fog jönni. Szombaton lesz -e live, ezt még egyelőre nem tudom. Attól függ, hogy hogyan alakul a szombati napom. Jó, ezt pedig add meg. És, és te is ehetsz, mert aztán éhes leszel. <laughs> Annyi éves leszek, és valaki itt, hogy hét. <laughs> Köszönöm szépen a bokod, de szerintem azért látszik, hogy elmúltam már 7 éves. Úgyhogy... <laughs> 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 Jaj. Zseniális. Ötös szinten van az egyik tipegő, miből? Olvásból? Ja, tényleg a movement, movement, ő sokat mozog. De meg kéne amúgy fürdetni, mert megint borzasztó állapotban van. Az a, az a az állandóan, én nem tudom, hogy mit csinál, hogy, hogy, folyamatosan ilyen büdös, de de hogy a másik nem kosztolja magát ennyiszer, nem tudom, hogy hogy csinálják. Uh, nem tudom, hogy mit írja ki, de mindenképp támogatni szeretnélek. Tovább jó streamet, hashtag falkatalka vagyok. Kate the Fox írta Köszönöm szépen a lucot. Jó. Az egyik fiút hívják majd Lucifernek. Ú, azért az, az elég ördögi név. Aztán majd adhatjuk rá a papucsot, meg gonosz lesz. Mi? Meg van a 350 is. Ne csináljátok, hát ezt el sem hiszem. Bár most valaki pont leiratkozott. De, wow, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy meglett a subgol megint. Remélhetőleg majd még azért valaki még feliratkozik a stream végéig, és akkor tényleg meg lesz megint. Ö, ezzel a luca is támogatlak az őslények parkjában, a mamut neve lehetne majd mamusz. Jaja, de a Minecraftos meg a őslények parkjás kérdéseket most hanyagoljuk itt a streamben, itt a sim streamben, mert elég furán jön ki. Hogyha a Minecraftról beszélünk. Jó. Majd, hogyha újra elérjük a szuggolt, akkor változtatok rajta. Jó, és akkor... Uh, hogy vannak most amúgy? Let's go. Ezt még mindig nem tudja megcsinálni. Folyamatosan kiadom neki, hogy írja meg a leckét, de valami mindig meg megakadályozza. Pick something you like. Jó. Oké, okay, és most elkezdte írni ezt a házi feladatot? Be fogjuk egyszer még fejezni? Talán az életben? Nem tudom. Uh, Niki? Ő se írta meg még a leckét. De hányszor adtam már ki nekik, hogy megírják a leckét? Amúgy kezd megint behalni a játék, szóval ez a... Egy órát játszom, nem tudom, hogy pontosan mióta megy a... Megy a stream, de... Egy órát játszom, és így egyszerűen meghal a játék. Beakadt a sub goal csak azért látom én ezt ilyen furán. Nem tudom. Ó, oh, igen, tényleg beakadt. Köszönöm szépen amúgy. Akkor, akkor megváltoztatjuk. Azt hittem, hogy csak leiratkozott valaki, és azóta senki nem akart feliratkozni. Azért volt ilyen. De akkor megváltoztatjuk. Jó. Soha miért nem tudok rá kattintani akkor 400-ra megemeljük. És nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien feliratkoztok, nagyon-nagyon jó esik. És akkor nézzük meg, hogy mi van még itt, mi van még itt. Egyébként a múltkor pont stream közben kezétek el, levont a Youtube 50 feliratkozót, nem csak tőlem, hanem úgy mindenkitől, úgy globálisan ugye van egy ilyen egy ilyen új funkció most a youtube on hogy azokat a feliratkozókat, akik akik ugye vagy nem nézik a videókat rendszeresen, vagy nem használják, mint nem léptek be a Youtube-ba már egy olyan fél éve, azokat így ö, leiratkoztatja. És, és és pont stream közben így annyival kezdtem, a, vagy annyival, vé, annyival fejeztem be a streamet, amennyivel kezdtem mert 50 feliratkozó, ugye, mert ugye ez volt, remélem most nem lesz ilyen. Az lenne egyébként a, a legrosszabb, hogyha mikor meg lenne a 200 ezer, akkor vonna le a Youtube. Egyébként pont Captain Spark a volt ez, hogy ugye neki meg lett a 10 millió feliratkozó, egy külföldi youtuber, és amikor meg neki a 10 millió, akkor levont tőle ezer valamennyit, és kiírt, hogy meg lett a 10 millió, és aztán egy órával később meg, meg nem volt meg neki, úgyhogy tök, tök rossz volt neki. Jó. Románsz mm, Romance Festival, hát szerintem most arra annyira nincsen szükségünk. Viszont ah lehet, hogy volna, lenne, ha elküldenénk játszani. Hát, ha nyer, Hát, ha most nem gyullad ki az a számítógép. Jó, professional, és akkor ez a refugee. Jó, hogy a füstölőnk is eléget, aha. Jó, hogy az gyullad ki, aha. Jó, veszünk füstölőt, mert arra szükségünk lesz. Arra mindenféleképpen szükségünk lesz. Csak mi volt annak a neve? Most tudom, hogy attól gyulladt ki, és most megint játszok itt ezzel a dologgal, hogy füstölő, füstölő. Még van, aki szerint hülyeség a füstölő, de azért sokszor, sokszor segített már, úgyhogy mindenféleképpen szeretnék most is füstölőt. Ö, csak nem. Valami incense volt a neve, nem? In. ah, Decorations. Jó, ennyit megér, ennyit megér. Ö, light. Sárpering safron. És akkor hát ha... Jó, mentek egyet, mert most tényleg kezd így furán viselkedni a játék. Úgyhogy... reméltem, akkor egy kicsit megjavul. Szerintem most érkeztem, bocs, de csak most értesítést, további jó játékot írja a Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Jó, talán most egy kicsit jobb. Meg így legalább, hogyha esetleg összeomlik, mert, mert volt már olyan is, hogy játszottam egy csomót, és összeomlott a játék, és elveszítettem egy csomó moment, és újra kellett felvennem részeket. És ezekről még nem nagyon szoktam beszélni, mert ö, nyilván az én hülyeségem, hogy nem mentek időközönként. Úgyhogy tök jó. Miért nincs a halnak haja, mert nem tudnám megszárítani? Írja majka, jaj, 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 jaj. ezek a viccek. Na nézzük, nézzük Aranka, hát ha most nyer. Remélem nyerni fog. Egyébként most mit csinál? Varázsol? Olyan volt, mintha hogy elkezdett volna varázsolni. Egyébként milyen jól néznek ki azok a lampionok ott fönt a fán. Tudunk még esetleg itt újra gyújtani, vagy meg kell várnunk, amíg teljesen kialszik. Az a baj, hogy nem lehet látni, hogy mikor alszik el, mert nem folyamatosan fogy a füstölő, hanem így egyszer csak úgy dönt, hogy akkor most kialszik. De egyébként kb. Itt a háromnegyedénél szokott kialudni, amikor játszunk, vagyis hát versenyzünk. Úgyhogy uh, szerintem mostanában fog, és remélhetőleg nem fog felgyulladni itt minden. Jó, most a füstölőt figyelem, egyébként nagyon-nagyon feszült. Aha, jó, most kialud. Light. És akkor sharpening, újra. Csak az a baj, most úgy fogja befejezni a versenyt, hogy Energize hangulatba. Nem, még most fókuszd, és még nem fejezte be. Na, 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 na. Az, hogy very fókusznak kellene lennie, úgy lenne igazából a legjobb. Igen. Nem akarja befejezni ezt a versenyt? És nem nyertünk semmit. Jó, nem nyertünk semmit. Sajnálom. Na mindegy, Többiek közben hogy vannak? És most szomorú is lett, mert nem nyertünk semmit. Többiek amúgy hogy vannak? Ó, szombat van még mindig. De még, hát 50%-át írtam meg a leckének, hogy ez a Gedeon, ez miért nem szeret leckét írni, azt nem is értem. Mármint jó, nem olyan rossz, de hogy körülbelül már századjára adom kinek, hogy írja meg ezt a leckét a hétvége alatt, és egyszerűen nem. Andi a kút, igen a kút, tudom hogy van kút, most mi van vele, most még mindig gonosz és ha gonosz akkor nem szívesen használom, annyit tudok tenni, hogy felajánlom neki 100 szimoleont, hát ha megváltozik a hangulata de így körbennyit ennyit tudok csinálni na nézzük, hogy változott-e bármennyit is most ilyen semleges lett kívánjunk akkor valamit Kívánjunk Simoleont hátra. De most valószínűleg megint csak azt a jó tanácsot fogjuk kapni. És most megint átváltott ilyen gonoszra. Igen. Úgyhogy megint csak egy jó, jó tanácsot kaptunk. Learn Secrets. És igazából így ennyi. Hogy elmete most tudunk kérni másoktól pénzt? Az mondjuk jó lenne. Itt van még a Csávó. Itt van még a Csávó. Kérdezzük csak meg, hogy hát, ha esetleg tudunk tőle. Invite to stay the night, discuss peace. Friendly. Itt esetleg... Itt esetleg nincs ilyen, hogy tudnánk tőle pénzt kérni. Share photos, get to know. Talk about dreams. Csak legyenek barátok. Nem. Az a baj, nem tudom, hogy hol lehetne azt kérni, hogy adjon nekünk egy kis pénzt. Mert itt nem nagyon látom a Sims, nem. Offer Massage, Astusi Outfit, nem. Vampire, Vampire, Brighton, the eyes. more choices, Flatter, nem, nem. Ez se az, ez se az, ez se az. És ezek közül se egyik. És ez ennek nem tudom mi értelme volt, mert valaki írt, hogy ilyenkor lehet kérni tőlük pénzt, de, de nem látom ezt az opciót, mondjuk lehet, hogy családtaktól nem lehet, bár egyébként ez a csáó nem családtak, csak így itt él velünk, de értitek, na. Fogadjunk, hogy ő megint büdös. Nem, most nem büdös. Wow! Most a másik gyerek büdös. Meg fogja van fürdetni a csávó, vagy csak tényleg itt élősködik. Ákost akkor megfürdetjük. Volt-e már paranormális élményem, hát sok falkatok, hát más jellegűnek hívnám, nem feltétlen paranormálisnak. Egyébként szerintem ez annyira nem gyakori dolog, hogy mindenkinek legyen, de volt már egyébként olyan, ami, ami megmagyarázhatatlan. De nem azt mondom, hogy szöllemek és mozgattak mindenfélét, meg fura hangokat hallottam, meg ilyesmi, mert abban én nem igazából hiszek. Jó. Szuper. És újra megvan a szobgol. Köszi! Nagyon-nagyon cukik vagytok, úristen! Egyre közelebb vagyunk, egyre közelebb vagyunk a 200 ezerhez, el se hiszem. El se hiszem. Nagyon-nagyon durva. Nagyon-nagyon durva. Tényleg annyira, annyira cukik vagytok. Nem, nem tudom, hogy most hirtelen itt mi van, de én el se hiszem, ami mi itt történik. Jó. Oké, minden király. És 350-nel kezdtük mi. Valamint, hogy az volt az első szúgó, és most és már 400 van. Nagyon durva. Nagyon jó. Jó éjszakát mindenkinek, aki megy. Szerintem most még egy negyed órát játszok, aztán utána én is befejezem, mert mert még azért van dolgom. De tényleg tök jó, hogy ilyen itt voltatok eddig is. Öö próbáld ki a kutat. De állandóan <laughs> a kutat nézegetjük, és most, most gonosz. Tehát, hogy most gonoszan boldog, és ilyenkor csak rosszat fogunk adni, Nem akarok, nem akarok rosszat. Szerintem ti se akarjátok, hogy rossz legyen, mert az, 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 az nem jó. A rossz az nem jó. <laughs> Higgyétek el nekem. Jó, hát ebben a live-ban biztos nem lesz meg a 200 ezer, azért az még nagyon-nagyon sok lenne. De, de reméljük a hétvégén meg lesz. Jó. gyerekek végül megírták a lecót. Tinik tuti nem, tehát hogy azt már föl is adtam, hogy ők megírják lassan. De megírta. Wow! Gedeon, el se hiszem, jó, akkor neki kis amit azért írhatná. És. Neki meg már. De neki is van még. Neki is van még egy kis szorgalmi. Úgyhogy ha ezt befejeztitek, onnantól kezdve meg már én leszek a legboldogabb. Én leszek a leges legboldogabb. Jó. Ja. És... És tök jó. Tök jó minden. Nézem közben még mit lehetne itt csinálni. A rankának hány napja van még? mert hogy így hol, hol, tart az élet csíkja. Nagyon-nagyon-nagyon véges, nagyon-nagyon véges. Szerintem még három napja van maximum. És ugye így, hogy Ugye a tinik hétfőn felnőttek lesznek, egyet mindenféleképpen meghagyok itt a háztartásban, nehogy aztán valami probléma legyen abból, hogyha esetleg Aranka ugye hamarabb meghal. Mm. Úgyhogy... Úgyhogy még azért ezzel várunk. Ja igen, ezt a vulkános iskola projectet azért elvihetnénk. Nézzük már meg, hogy ez mit csinál. Keltsük fel most. Wow, de jól néz ki, mondjuk ez nem tudom, hogy magától hogy indulhatott így be, hogy nem kell oda mennie és beállítania, de... Tök jó. Ó, um, uh -huh. Kamila most ilyen kiabálós korszakban van. Ami nem biztos, hogy nekünk jó. De mindegy. Remélhetőleg iskolába azért el fog menni. Az lenne az igazán nagy szívás, hogyha most nem akarná elmenni suliba. Jó. Niki, Niki, be fogod fejezni még azt a szorgalmit ma? Elméletek, aha, jó, befejezte, és Gedeon, Gedeon meg, meg megint lefeküdt aludni. Hát, mik vannak, mik vannak. Jó, ezt mondjuk azért még megcsinálhatnád. És akkor Patriknak, illetve Ákosnak mindjárt itt van a, a szülinapja. ami azért lesz nekünk nagyon-nagyon jó, mert akkor már nem kell tipegőkkel foglalkozni. Viszont, ah, most bepisílt, de kellene a sem, mert most írtak ki, hogy az egyik tipegő nagyon-nagyon éhes. És nem akarom, hogy elvigyék. Úgyhogy csináljunk. Ne arankan, meg fog halni. Hát, ez ilyen. Ez, a, ez az életrendje sajnos. Ez az életrendje sajnos, de igazából egy szép hosszú életet élt, szóval ezért nem kell annyira aggódni. Győrbe nem megyek el, de ö, most akkor amilyen városok tervben vannak még ebbe az évbe, az Budapest, Győr, Miskolc, Szeged, és Debre Debrecen. öt, azt hiszem, ugye? Na mindegy. Ö, ezek Ezek biztos, hogy lesznek, csak még nem mindegyiknél biztos az időpont, és nem nagyon beszélhetek róluk, de ezek a városok, ezek a városok ezek tervben vannak még idén, és még ezen kívül lehet, hogy lesz más is. Ö, csak én ezekről tudok eddig. De a Debreceni mai nem az biztos, hogy lesz, Budapesti Pléten biztos, hogy ott leszek, illetve ugye most lesz ez a pénteki mozdulgémért, verseny, ahol szintén le tudtok velem pacsizni, és igazából... És igazából ö, ott ugye... Ott, ott van igazából teg a legtöbb arra, hogy rendesen le is tudjunk pacsizni, meg esetleg kicsit többet tudjunk annál ö, ugye szót váltani, hogy hello, szia, tök jó, hogy itt vagy, ennyi. Tehát, hogy... ha esetleg valaki tényleg egy kicsit mondjuk beszélgetni és szeretne, akkor annak tudom ajánlani. Aranka meghal bizony bizony, és az a baj, a százból kívás szabály egy szerint meg sem mentettem, szóval nem csináltam azt, hogy mondjuk ilyen életelixírt, és, visszafordítom őt fiatal le. Tehát meg el kell fogadni, hogy ő meghal, és így ennyi. Ez ilyen ez a kihívás, ezt ugye nem én találtam ki. Ez egy külföldi kihívás, ami egyébként baromi régóta Sims 2 úton megy, szóval Szóval, ja, még a YouTube előtt is létezett, mert egyébként megkaptam, hogy XY külföldi videós kopizom, de ez a kívás már YouTube előtt is létezett, srácok. <laughs> Úgyhogy ő is csak látta, hogy van, és, vagy ismerte, és azért készített róla a videósorozatot. Jó, de te miért nem eszel, te fiú, egyel? Nagyon szomorú vagy, mert büdi vagy, meg ilyes vagy, pedig ott a kaja előtted. Mm, én lenyált írok közben, nézem a streamet, mert nem hagyhatom ki, Nina. Lenya azt gondolom, a lecke lesz, úgyhogy hát sok sikert a leckéhez. Egyébként már ilyenkor, ilyenkor leckét kaptok. Már az első héten ilyenekkel bombázzák a fiatalokat. Mi szerintem még nem kaptunk az első héten leckét, még akkor úgy kedvesek voltak. It's almost Aranka's time, még the most of these final days. Oh, kiírt, hogy marusan itt van Arankának a vége. És hogy hogy adjunk neki meg mindent az utolsó napjaiban, hogy boldog élete legyen. Szegény! Már itt felkészít a játék arra, hogy meg fog halni. Befogyott megint a szubgol. Mi az Isten van vele? Jó, hát nem tudom. Ráfrissítettem, aztán majd meglátjuk. Ő csak egy Sims karakter, mégiscsak jó, de hát hány részen keresztül volt az anyukánk, aki oké, egy végigkövettük ezt a sorozatot, azért... Azért mégiscsak. De persze azért nyilván csak egy pixel halmaz, tehát hogy nem fogom annyira megsiratni, mint hogy egy rendes családtagom, vagy egy ismerős sem volna meg, csak értitek, na. Azért mégiscsak. Jó. Júli után a napfénypontja, amikor megnézem az egyik videódat, ha a stream van, az a legjobb írja, a zsejke. Köszönöm szépen! Nem már szint az egész illadásról lemaradtam, küldve 20 óra 22. Hát, öm, sajnálom. Lehetne majd a kövényukának dogi, andis pólója. Jaj, majd beállítjuk. Majd öm, beállítjuk azt is. És miért ennyire szomorú, Niki? Ó, neki át kaját készíteni. Még jó, hogy elkezdtük vele foglalkozni. Csinálj neki esküvőt. Csináljunk esküvőt Arankának? Megházasodjon még így az utolsó napjaiban. Szeretnétek egyébként? Kivel házasodjon össze? Tinninggel? Tinning szerintem jobb lenne. Mm. Találkozzunk vele akkor. Viszont akkor Lotáriótól búcsúzunk el. Tehát mondjuk meg neki, hogy maradjunk csak barátok, mert akkor abból még itt probléma lesz, hogyha most itt flörtölgetünk Tinninggel. Jó, Tinning átjön, ott, ott jön, de egyébként ő is tök szomorú. Lehetnek is az utolsó napjai vannak hátra. Pixel halmaz, hát én így szoktam őket hívni. Igazából a mango is csak egy pixel halmaz volt. Igen, 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 jó, akkor, akkor még egy esküvőt beiktatunk neki, legyen tényleg boldog ez az utolsó pár napja. Uh, romantikus. És akkor csókoljuk meg az öregembert. Csókoljuk meg az öregembert. Csak majd akkor ki kell, hogy költöztessük. Az a baj, hogy remélem nem fog ide költözni attól, hogy... Na most aztán szépen befogyott el te... Oh, de nagyon tetszett neked, hogy kaptál egy csókot az asszonytól. Mondjuk azóta megcsaltunk, de remélem nem baj. Jó. Az a baj, hogy Lotárióval biztos, hogy nem tudnék összeházasodni. Szóval azért nem őt választottam. Most megint kezd behalni a játék, hihetetlen. Az a baj, hogyha az ember kicsit sokat játszik vele, akkor egy idő után elkezdi ezt csinálni. Megint rámentek, biztos, ami biztos. És akkor jó lesz. Oké, s... Ö, Van egyébként már most lehetőség arra, hogy megkérjük esetleg a kezét? Nem, még nincsen. Kész. Romantikus. De még arra sincsen lehetőségem, hogy összejöjjek vele. Tehát, hogy relationship státusznak most mit ír? És megint befagyott. Az baj, most annyira nem szeretném emiatt teljesen újraindítani a játékot. Mert azért az sok idő lenne. Oké, és előre is boldog szünetpatira Krisztina, köszönöm szépen. Jó, most egyenre nem látok új lucokat. Uh, uh, Dorian írt közbe. Uh, Jó. Sapszigettem mi van, nem nem fogom uh, folytatni valószínűleg, mert nem láttam túl sok értelmét. Úgyhogy. Úgyhogy nem, nem, lesz folytatva. Jó. Az a baj, hogy si annyira... Annyira... Nem tudom fölvinni valamiért a kapcsolatukat, hogy lassan annak se látom lehetőséget, hogy egyetlen összeházasodjanak, mert hogy azt akar, hogy legjobb barátok legyünk ahhoz, hogy össze tudjunk házasodni, de én ezt nem látom lehetségesnek jelenleg. Na mindegy, azért még egy kicsit próbálkozom, aztán majd maximum egy rész formájában akkor összeházasítjuk őket. Fú, fú, Ez amúgy mekkora egy szemét dolog, hogy arról, uh, arról panaszkodik, hogy túl kicsi a tévéje. Fura, fura, fura. Uh, oh. Jó, uh hogyha eljut százobáig vége a sorozatnak, igen, igen, az a célja a sorozatnak, hogy meglegyen a százbaba, úgyhogy akkor biztos, hogy vége is lesz a százbaba kihívásnak. Hággal fölment nekem sokat, akkor ölelgessék egymást? Az a romantikusnál van, vagy a barátságosnál? Azt szóval a barátságosnál. De itt se látom még azt, hogy egyáltalán meg tudná ölelni. De, itt van. Jó, nézzük meg, aztán ah, be fog pisilni. Jó, utána menjen el még vécézni. Hát, annyira sokat nem ment föl, szerintem. Még mindig nem tudjuk megkérni a kezét. Gondolom, hogy már nagyon sok perce kezdted. Hát, szerintem most már másfél óraja megy a stream. Jó, jó, ö, megvan közve. Ö, szilveszter Bedő az e-mail címet, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. A többiektől nem kaptam még meg eddig. Vagy legalábbis nem láttam. Úgyhogy... Ö, majd ha az megvan, akkor akkor küldöm a nyereményedet, és akkor addig ö, válasz majd valamit ilyen iskolakezdéssel kapcsolatos a táskát, vagy toltartót, vagy amit csak szeretnél, ilyen Doggy is Az meg mindegy, hogy videósbolt vagy MC shop, amelyik neked jobban tetszik, de egyébként hamarosan lesznek új mintáim, úgyhogy ha esetleg inkább azt megvárnád, akkor majd azok közül is választhatsz. Ne, ne menj el! Ah, jó, Mindegy. 1 óra és 45 perc megy a, meg a live. Jó, akkor valószínűleg két óra lesz a stream. Még akkor egy 15 percet játszok. És akkor... Uh, annyi lesz, annyi lesz. Ha addig összejön a házasság, akkor összejön, ha nem, akkor nem. Igazából most már ezt nem akarom annyira erőltetni. Ebben a streamben, mert ahogy látjátok nem egyszerű. Nem egyszerű, De kicsit föl is pörgetem az időt. Kénje ki magát a ranka, meg jó lenne, hogy elmennének suliba is. De a gyerekeknek is amúgy lassan, lassan szüli napjuk van, nem. Tehát hogy mostanában kiírta játék, hogy lassan szüli napjuk lesz. Jaja, jaj. De arankának is már csak néhány napja van hátra. Uh -huh. De most már csak akkor arra kell odafigyelnünk, hogy. hogy jó hangulatban menjenek majd el, Suliba. Úgyhogy lehet, hogy akár még lehetnének is valamit és party size, oké. Okay hogy hívják a lábatlan lovat, hasonló, hogy hívják a DJ-t, aki minden onnan elküldenek, takarodj, DJ, takarodj. Még nyáron kaptam egy kutyát, a tesom két macskát, ugye milyen jó arányok, pár nap alatt annyira megutáltam a cicákat, ír a Sophie. Hát, durva, durva hogy annyi kis állatotok lehet most itt a nyáron. Biztos nem lehet egyébként egyszerű, egyszerű ennyi állattal foglalkozni. Nekem a két kutyussal is sokszor nagy kihívás. És biztos egy harmadik állatot már nem mernék bevállalni. Jó, letett a 15 perc, itt egy újabb blues, csak hogy támogassalak, le, írja Petra, köszönöm szépen Petra. Oké, és Na nézzük akkor még, hogy itt mit lehetne csinálni. És már csak öt feliratkozó hiányzik megint a szubgóhoz, úgyhogy nagyon durva lenne, ha ezt elérnénk. Propózolni szeretnék, igen. Propózolni. Vagy popózolni, nem, nem popózolni, nem szeretnék. Jó. Um. De ha esetleg írták a többiek is már az e-mail címüket, akik nyertek itt a stream elején, akkor kérlek írjátok le még egyszer Lucba, mert egyszerűen nem, nem láttam. ugye kukacot nem enged írni, úgyhogy Bedő is úgy csinálta, hogy ugye a kukacot kírta, ott van a kukac és a pontot is. Úgyhogy, hogyha esetleg ez volt az akadály, akkor így tudjátok megoldani. Sajnos a Luc az ilyen, hogy nem enged ugye e-mail címeket kiengedni, nyilván ugye a reklámozás miatt nem. Úgyhogy ez ilyen megoldás lehet. Jó, neki aludnia kellene, jó, már le is feküdt aludni. Ő, ő is aludnia kellene, neki is aludnia kellene. Ő is akkor aludjon, ő, Emilia, Emilia is lenne, ha lefeküdne aludni. És akkor már csak a tipegőkkel van probléma, neki is aludnia kell, és neki is. Jó. És akkor most elméletileg nem mert ő játszani fog, mert nagyon rossz a hangulata. Viszont utána, ha játszott, akkor ő is jó lenne, ha lefeküdne majd aludni. És úgy el tud menni suliba, hogy minden rendben lesz vele is, mert akkor föl is pörög egy kicsit az idő. Jó, elég egyszer kiadni neki. Ennyi fán szerintem elég lesz. Még mindig szomorú. Hihetetlen. Most jöttem, de nagyon jó a live. Lesztem a Zsófi nevű baba. Szerintem már volt Zsófi nevű baba, de lehet, hogy valami más névvel keverem, valami más zsébetűs névvel. De biztos, hogy lesz még, szó, szóval még, még van hátra pontosan 56 darab baba, úgyhogy még azért van bőven név. Még azért van bőven név. Megvan a subgól! Wow! Uh, oh, köszönöm szépen! Nagyon-nagyon <laughs> szépen köszönöm. Hát most már, most már nem lenne pofám még följebb állítani, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Már egy is háromszor állítottam, úgyhogy... Uh, nem, nem tudok mint mondani. Ah, Á, egyre közelebb vagyunk tényleg a 200 ezerhez. Ez, is és, és, így nagyon durva. Jó. Neki a social élet kellene még kicsit félvinni, most nagyon-nagyon mérges. Nem tudsz setelni valakivel? Azt szerintem segítene. Ö, socialize chat. Trollkodni akar a fórumokon, hát ilyet? Ha valaki rossz kedvű, meg mérges, akkor megy trollkodni a fórumokra? Gergely írja, hogy Hali, szia, szia. Köszönöm, hogy írtál. Gondoltam, hogy dobok egy lucot, erről is boldog ki, kell egy csendes, de régi falkat írja, rei köszönöm szépen. Az is, hogy írtál. Dóri írja, szia, hogy a kedvenc vidisem. Köszönöm szépen. Küldök innen egy hiperpacsit, csak most, csak neked írja hiperventilátor. Köszönöm szépen, ventilátor. Milyen származású volt Szeruza ír? Hűha! Hűha! Jönnek a, jönnek a fárasztó viccek! Meg lesz még az 500 is. Állítsam át 500-ra, azt mondjátok. nem sokan írtatok hogy állítsam át. Jó, átállítom. De hogyha nem lesz meg az 500, most már nem leszek szomorú. Szóval most már tegnem azért állítom át, inkább miattatok. Jó. Ö, jó, viszont közben le kéne stoppolnom a játékot. És az a baj, most ez is egyébként, ez a stream is kezd itt fölmondani a szolgálatot. ez is úgy kezd fáradni. Érezhetően kezd fáradni a szoftver, mert ez is megkezd így lagolni meg ilyesmi. Jó. Szuper. Pedig most már nincs is 200 fok. Nincs is 200 fok. Köszönöm szépen egyébként tényleg, hogy ennyien feliratkoztatok. Jó. És, és, neki ennél kellene, de ez megromlott? Nem romlott meg, hát akkor egyél. Egyél. Jó, ezt kicseréljük. Gedeon, Gedeonnak a szósója még mindig nagyon rossz, de most már elmeteg javul azzal, hogy ugye beszélget az interneten. Ö, neki a hangulata rossz. Úgyhogy nézem meg szerintem egy filmet. Aztán Kamilával minden rendben van. De hajnal egy van, hát akkor még feküdjön aludni, mert aztán nagyon fáradt lesz. Jó, ő, neki a higiénia és a ürítési szintje nagyon rossz, úgyhogy ezt még megcsináljuk. És akkor ő is lefekszik aludni. És akkor szerintem minden király lesz. Jó. Andi, a 63 ezer feliratkozóta követlek. Wow, ezt így megegyezted? <laughs> tök jó, tök jó. Oké, okay, és, 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 Niki, Niki. Nikinek egy kicsit a hangulatán kellene javítani. Egyébként a social mind a kettőnél rossz, mind a kettő tininél. Úgyhogy lehet, hogy azt kellene, hogy inkább egymással beszélgessenek. Az ország sokat javítana a dolga. Mi az a gyilkos bú búza, de most komolyan? Hát a gyilkos búza az a Crazy Ball sorozatunkban volt, mert állandóan beleragadtunk a búzába, és amiatt haltunk meg, így volt a karakterünk. De szerintem ez meg volt magyarázva a Crazy Ball sorozatban. Ö Oh, oh oké, okay, Ákosnak ma lesz a szülinapja, úgyhogy még fel tudjuk uh, növeszteni. Úgyhogy, ja. Megint ilyen gonoszan. Vidám. Jó, süssünk tortát, és akkor a tipegőket még felnövesztjük. Az ugye egyébként, hogy mindig azt mondom, hogy jó, akkor még ennyit játszok, meg annyit játszok, és, és mindig még jön valami, ami miatt, ami miatt tovább akarok játszani, viszont azt sem akarom, hogy túl hosszú legyen a stream, mert aztán meg majd nem tudjátok követni. Úgyhogy... Uh, utána visszanézni, hogy a két órát nagyon-nagyon hosszú lenne. Szia, Andi, nem küldött a Youtube értesítést? Hát ezt sajnálom, de legalább most már itt vagy. Még hogy a stream végére is csöppentél be, legalább sikerült. Jó, és akkor erre kéne rakni egy gyertyát. És akkor két tipegőt felneveztük. Uh, Candles help. És akkor kérjük meg a uh, Arankát. Jó. Getting... Mi csoda? Getting in line. Mit csinál? Ja, hogy most itt... Ne, 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 ne. Most anyukát szeretne téged fölveszteni. Jó? Kendall's help és Aranka. Semmelyettől Aranka is oda megy és segít neki. Jó. Mert most el akart menni uh, sorban állni itt erre, erre a játékra, mert valószínűleg akkor a kistesső is itt játszik, nem? Nem, a kistesső az, akkor, akkor miért akar sorban állni, ha nem játszik ott senki? Na mindegy, mindegy, nem igazából látom mögötte a logikát, de akkor fölnevesszük őket is. Jó, és akkor neki kell ugye választani egy tulajdonságot, aminek most mellé kattintottam, ez a rosszabb, hogy így választom ki. Igen, de ezt a videóban meg szoktam vágni. És gloomy lett. Ez az ilyen borongós hangulatú. Erre is rakjunk még akkor szülinapi gyertyát, mert a másik gyerkőzet is föl kellene... Ne! Bele a Jó. Akkor most azért, mert belezabáltál a tortába, sucs még egyet. Nem érdekel. Ah, el se hiszem. De egyébként most majdnem mindenkinek szüli napja lesz. Úgyhogy. Uh, úgyhogy ez így jó lesz, csak. Csak nem tudom, hogy ez még így hogy lesz, mint lesz. Patrik, nagyon éhes. Patrik, akkor gyere egy ilyen. Egyébként már meg tudnál a ketetni, hogyha a drága testvéred nem evett volna bele a tortába. Jó, csináljuk meg, fejezzük be most már. Tortafaj, bizony, bizony. Ez már csak ilyen. Soha nem jön össze semmi. Jó. Nézem közön, miket írtatok. A nősténymedvék 10-30 napig tartó párzási időszakban ivarzás, döppimmel is párosodhatnak. Kinga írta, köszi szépen, Kinga! Ezt most már akkor tudjuk a mackókról. Biológia órán ezt remélem mindenki tudja majd hasznosítani. És, és igen, egyébként ilyenkor, én, amikor visszanyal a fagyi, én szoktam mondani, hogy a zsöminél, meg csabinák küldjetek ilyen Wikipédia perceket, amikben én nagyon hülyeségek vannak. És most is most én kaptam a nősténymedvék párzásáról egy lucot. Köszönöm szépen egyébként. Úristen, hogy néz ki ez a torta? Te még nem mész iskolába? Iskolában a helyet, kislány. Ahó, ahó. Jó, te tudsz rá gyertyát rakni? Tudsz. Szegény tesódnak ilyen rossz tortaja lesz, de hát mindegy. Maximum nem eszi meg. Go all out. Oké, okay, és Raksz rá gyertyát, esetleg neki ma még nem kell a menni, úgyhogy nem baj, hogy itthon maradt. Még mielőtt írnátok, hogy itthon maradt a, a friss, fiatal gyerkőcünk. Nem rak rá gyertyát valamiért. Jó, akkor aranka rak rá gyertyát. Nekem az is jó, nekem az is jó. Oké, és, és akkor még a másik gyereket is növesszük föl, Patrikot. De te miért nem mész el iskolába? Iskolában a helyette lány. Azért írtuk meg a leckédet, meg azért csináltam meg mindent, hogy ma végre Tini lehessél. Na, végre. És akkor mindenkinek beálltjuk azt, hogy study hard. És remélhetőleg akkor össze is jönnek itt a dolgok. És te pedig szeretnéd elfújni ezeket a gyertyákat, én ebben 100%-ig biztos vagyok, úgyhogy föl is keltelek. az táp, aranka. És már nem hagyom annyiba. Jó, Patrik nagyon éhes. Hát akkor, hogyha Patrik esetleg jönne és elfújná azokat a gyertyákat, akkor lehet, hogy nem lenne nagyon éhes. És fölveszik végre? És most lerakja. Ezt nem hiszem el. Most esetleg. És majd az lesz, figyeltek meg, hogy elfelejtettük a szülinapját, napját, mert mindjárt eljön az az időszak, hogy magától föl fog nőni. És akkor meg tök szomorú lesz, hogy elfelejtették a szülinapomat, az mondjuk tök mindegy, hogy 20-szor akartak fölneveszteni, de elfelejtették. Na, és akkor most... És akkor most sikerül? Esetleg? Sikerül? Sikerül? Vagy nem sikerül? Sikerült, Patrick és Dápa király, jó? És akkor neki kellene valamit választani. Uh, ez most mi? Ez most egy kicsit volt. Jó, ő is glumi lett. Uh, az remek. De most mi, mitől, mitől ilyen fura ez? Ezt nem tudtuk kiválasztani, jó, akkor először ezt? Vagy nincs, jó, nincsen, jaj, nincsen élet jó, oké, hülye vagyok. Hülye vagyok, az a baj, hogy... Ilyenkor nagyon nehéz amúgy ezeket kiválasztani. Lóna, De most ez... Ez szerintem nem normális, hogy most ilyen lesz. Most nem tudtam random választani, mert bagos. Borzasztóan bagos! Jó, kaptunk amúgy egy csomó ajándékot, királyság. És akkor nézzük meg a postát. 1900 az a számla, nem tudjuk befizetni a számlákat. Ezt hiszem, hogy egybe ki is dobhatjuk ezt a tortát, mert ez tragikus állapotú lett. Oké, és... és akkor nézzük meg, hogy mik vannak. Patrik nagyon éhes, akkor egyen, most már tud magától is enni. Elméletileg. Take a piece. És... Storanko. Mi? Mi? Ez egy felnőtt gyerek, nem? Ezt ti is lát... Ezt ti is látjátok, amit most én itt látok? <laughs> Ez mi? <gül> most... <gül> most... <gül> Ez olyan, mint hogyha... Én nem értem. Mi van a kezével? Maradt tipegő? Tipegő maradt! Úgy, hogy közben felnőtt gyerek lett. Mi az Isten? <laughs> De közben meg itt már a felnőtt izék vannak, tulajdonságok. Aranka szépen tedd le a gyereket, szerintem. Ez, ez, milyen bug? Hogy, hogy áll a lába? Ez mi? Hát ez De most meddig fogod még cipálni azt a gyereket? Nem már! És most itt tud legalább enni? Most leül vele együtt? Ez nem ér... Ez most... Nem... Nem akar elszakadni a gyerektől, vagy nem tudom. De miért, mi nem akarunk játékukkal játszani? Nekem is volt ilyen, és nem tudta lerakni. Hát az annyira nem szerencsés. Nos, és mi az Isten csináljak vele? Ez hihetetlen. Jó, közben egyébként mindenkinek elmeteg, jó legyen, jó legyen, jó, szóval jó jegye lett, de. Szegény gyerek. Már ő is így sír. anya, ez most miért csinálod? Léci, engedje el. Jó, ö... Ö... szerintem azt kell, hogy most mentünk, és megpróbáljuk újra. Srácok, itt valami nagyon fura történik. Itt, 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 itt valami nagyon fura történik. Azt tudom még esetleg csinálni, hogy... Hol van itt egyáltalán a... Exit to main menü save and exit, jó. És megpróbáljuk újra betölteni a családot. Aztán ha nem, akkor megpróbáljuk a... a <laughs> ezért címet. Igen, mert... Ez így annyira nem jó. Jó. Oronka nem akarja, hogy a gyereke felnőjön. Igen, igen, én is erre tudok gyanakodni, bár szerintem inkább, inkább egy bág. Egy nagyon durva bág. Csak olyan, olyan furi... Olyan kifejezetten nagyon furi. Hogy <laughs> a lába ki van törve, meg a keze is, meg minden ilyesmi. Enyhén bágos, igen, enyhén bágos most a játék. Hát na, hát na. Meddig tart, mindjárt, mindjárt, mindjárt szerintem vége lesz. Még akartuk, hogy, hogy legyen egy esküvő, de nem hiszem, hogy akkor az ebben a részben lesz. Ugye, hány napja van most ilyen? És hogy lerakta? Jó, lerakta, király. Úristen, hát egy napja van Arankának, akkor most inkább arra fogok rámenni, hogy... Ugye ez még így meglegyen. Megpróbáljuk még egyszer áthívni. Invite to hangout és... Hol van a urunk? Tinning, gyere, tinning! Még szeretnénk megházasodni az utolsó napomba. Ez még rajta van a Bakancs listánkon. Remélhetőleg ö, sikerül be is fejeznünk. Közben, úgy itt a Tinikő ő ötös lett, aha, ő is ötös lett, ők már felnőttek lehetnének, Kamila is ötös lett, viszont Emilia még nem. És Emiliával együtt szeretném majd felnöveszteni arankát, mármint nem arankát ö, Kamillát, mert azt akarom, hogy ugye, bár mondjuk ott annyira még nincsen értelme, majd amikor, majd amikor felnőttek lesznek, akkor akkor ugye Kamilla utolsóként nőjön föl. Mert hát nyilván akkor, hiába ő született, később írtátok, hogy szerintetek inkább úgy kéne, hogy amikor, amikor elérik azt a kort, hogy felnőttek legyenek, de de akkor úgy akarom intézni a dolgokat. Jó, vidítsuk föl. Felvidítjuk, szerintem egyébként az is az is felvidította volna már, hogyha meglátja, hogy hogyan hordjuk azt a gyereket. Nem lehet propózolni. Nézzenek akkor fel őket, az csak fejlődik a kapcsolatuk. Meg öleljen meg. More choices. Friendly, és akkor menjünk még egy ölelésre. Most már tényleg csak azt szeretném, hogy... Hogy még ez az esküvő meg legyen. Jó. Szia, Andi, kicsit fáradtam, azért, a kosár laptából. Hajrá, Andi, írja Sofi. Köszönöm szépen, hogy itt vagy egy párasztó edzés után is. Tök jó. Jó, szerintem amúgy most már eléggé jó barátok kellene, hogy legyenek, nem? Romantikus. Propóz! Ez az, meg tudjuk kérni végre a kezét. Jó? És akkor még egy esküvőt kellene szerintem szerveznünk. Milyen boldog az öreg is! És megint kezdi, figyeljetek. Még egy esküvőt kéne szervezni, de most mit akar? Mit akar azzal a baba egy cuccal? Aranka rettenetesen bágos lettél az utolsó napjaidra, tiszta bolond vagy. Plen a wedding event. Jó, ú, uh, ezer szimulámba kerül. Nem tudjuk kifizetni a számlákat, hogyha Mindegy. Hívjuk meg a családtagokat is. Meg uh, legyen itt egy ember, meg itt is legyen egy mixologist, legyen minden király. Aztán majd valahogy csak kifizetjük azokat a számlákat. És hol szervezzük? Hol lenne igazából ezt érdemes? Van, csak van valahol ilyen rendes esküvői helyszín tudom, hogy kell, hogy legyen valahol. Csak nem tudom, hogy melyik volt az. Ahol van, tudjátok, ilyen cucc is, ami alatt meg tudnak esküdni, meg ilyesmi. Ez az lenne vajon? Pool, nem, ez egy... Ez egy sima izé. Charlotte Gardens, itt vajon van. Nightclubban nem hiszem. Bár, bár. Hát akkor lehet, hogy itthon fognak házasodni, mert uh, ezek közül én nem tudom, hogy bár ez, ez a park, ez az a park, ahol ugye Teóék is házasodtak, úgyhogy itt kell, hogy legyen minden hozzá. Sajnos nem az első 35 percet, de most már itt vagyok, úgyhogy nézem, Sims Forever írja. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Szerintem születik Liflány, akkor lehetne Aliza, neve jó játékot ír. Dávid. Lehetséges, hogy lesz majd ilyen. nem szólt a Youtube, -a, az uncsitesom hívott fel, hogy megnyertem és nézzem meg. Ó, oh, akkor még jó, hogy nézte az uncsitesod. Jó. Ö, nem, 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 nem használunk pénzheket, mert úgy sem értelme a játéknak. Úgyhogy ö, én azt nagyon-nagyon azt ellenzem. Meg hát a százból kívás az így tiltja is. Jó, ö, szerintem akkor az kéne, hogy házasodjanak meg. Egybe bele, csapjunk bele a lecsóba. Utána majd még a többit is megcsináljuk. Költözésbe az öreget is megkapod a pénzét. Igen, ezt is tiltja a százból a kívás, nem költöztethetem be az öreget. Úgyhogy... Ez sem lesz, sajnos. Jó. Na, what a beautiful ceremony! Yay! Jó lenne, hogyha hoznának ilyen olyan ajándékokat is. Hogy menj a abból tudnánk jó sok pénzt szedni. Már nem hiszem, hogy ilyen van a sims -be. Jó. Nem, nem szeretném, hogy beköltözzön a emberünk. Viszont italokat még ihatnánk. Legyen akkor már tényleg tökéletes. Mint a buli. Ugye három darab italt kéne innunk, bár ilyen öregen nem biztos, hogy egyébként ennyire italoznunk kellene. Ó, Teó a felszolgáló. De jó. De jó. Uh, ígyunk még akkor. Order drink. Order favorite drink. És akkor még, egy, még egyszer. is akkor elmétek, meg lesz a három italozás. Beszélgetett a ha a vendégekkel is két órát. Aztán még majd flörtölni kéne egymással. Ja, hol a tortánk? Hát hol az esküvői torta, tényleg? Ó, ott van, ott készül. Ott készül az esküvői tortánk. Jó, ide jó lesz, jó, ide jó lesz. És berakta a hűtőbe komolyan. De miért? Open. Itt van két darab esküvői torta. Csináljunk rá a wedding toppert. Jó, hát ez annyira nem lett egy nagy torta, de mindegy. És akkor vágjuk el a tortát. Jó, nem is jön a közös? Ne, ne jöjjön még. Ne jöjjön még. Ó, de cukik. De cukik. Ugye ki fog duálni, meg be fog pisilni. Az mondjuk annyira nem lesz király. Jó. Patrik örök gyerek marad. Igen. Lehet, lehet. Mindenki megvan amúgy most bolondulva. A, annyira szeretném amúgy, hogy hogy maxos legyen ez az esküvő, de így lehetetlen. Főleg, amíg be is fog itt mindenki alatt pisilni, ez nagyon kellemetlen lesz. Az a, az a világ legkegy. Bepisilt a saját esküvőjem. Hm. Jó, oké, okay. nem, nem szólok most már inkább semmit. Uh, ja. Úristen, de koszos! És, és nem lehet uh, valahol megfürdetni itt? Tuti nem mi? Max azt lehetne, hogy rengeteg szerkezet most. Meg mondjuk fogad most. Fantasztikus eskü. Hát na! Na, egyébként ennyi van még neki hátra? 109, Holnap meg fog halni. De legalább megházasodott. Legalább megházasodott. Ja, hogy a férfi WC-be akartam szegény beküldeni, az a baja? Vagy most mi a baja? Szerintem amúgy ott még egy ajtó van, nem? Nem tud oda menni. Miért nem tud oda menni? Itt nincsen ajtó, nem lehet bejönni a mosdóba. What the hell? Ide lehet építeni akkor egy ajtót? Mert ez így elég gáz, hogy nem lehet nekik ide ajtót rakni. Nem is tudják használni a WC-t, akkor még jó, hogy bepisült szegény. Jó, akkor most fürödj meg, Au. elég rosszul van. Imádlak, Andi és a simset is, írja Dorina. Köszönöm szépen, Dorina. Oké, és uh, Patrik, örök gyerek, pa. szegény Patrik, hogy nézed ki? Ja. Night Nightperottól animációt a pedofil aranka címen. Aki hordozgatja a gyereket. Hát azért annyira nem pedofil a saját gyereke, de a... Nem volt tényleg egyébként egy, egy, értelmes jelenet ez. Na, csak összehozuk azért még ezt a maxos esküvőt, legalább tényleg legyen ez a legszebb napja. Jó, és akkor még kellene. Hol van amúgy a férjünk? Meglógott. Itt hagyott. De tényleg hol van a csávó? Ő is elaludt? Azt nem mondom, két öreg izé. Megházasodik, azt elalszanak az esküvön. Az zseniális lenne amúgy. De nem. Nem, itt van a férjünk. Jó. Romantikusok uh, Romantikus, akkor még egymással, hogy meglegyen a legjobb esküvő a világon. Bár egyébként ezek után én nem, nem tudom, hogy ez tényleg olyan jó esküvő lesz-e. Jó, azt hagyd ott, igazából csak el kellett, hogy vegyed ahhoz, hogy meglegyen. Uh, romantikus, flörtöljenek háromszor és akkor elmeteg az már úgy jó lesz, és akkor arany esküvőjük lesz. Nem? Még egyszer. Jó. Ez az, megvan! Ez még a legjobb esküvő, Szerintem, akkor be is fenyeztetnénk. Mert uh, így is meg lett a legjobb, viszont tényleg tud menni és aludni tud. Szerintem nekünk most az kell a legjobban. Jó, oké, viszont akkor most, hogy így meglett az esküvő, nem tudom, még, még hogy fölneveszek-e, nem, nem, nem akarjuk lénzit, úgy mondjuk kroat sok pénze van, de nem, nem költözik be. Arankát kiköltöztessük, arankát kiköltöztessük, vagy ne. Nem költöztessük ki, mert nem akarom. Maradjon itt, ameddig meg nem hal. Legalább akkor, bár ha kiköltöztetnénk, akkor nem halna meg soha. Nem tudom, mikor lesz vég a live-nak? Most már hamarosan. Most már hamarosan. Úgyhogy... Ö, szerintem... Még azt csináljuk, hogy fölnevesszük ezt a három gyereket. Akit lehet. Jaj, most még nem mentek haza? Most akkor mit töltött ennyi ideig? Ó, te jó ég! Menjen mindenki szépen haza. És kaptunk a household inventory-ba most ilyen ajándékokat mert világ legjobb esküvője volt most ez. A Sims szerint legalábbis nem tudom, hogy Aranka is így élt el meg, de ahhoz képest, hogy Bep is jött. De mindegy. Jó. Nézem közben egyébként, hogy írtatok-e még valami újdonságot itt Lucon, mert nem igazából látok. Csak ezt a patrikusokat. Milyen kiegészítő van bent? Az összes kiegészítő megvan, ami eddig megjelent. Úgyhogy, ha az, az előző Sims részre rákattintasz, akkor, akkor ott láthatod, hogy milyen kiegészítők vannak pontosan meg, de mondom igazából az összes megvan, ami eddig megjelent. Ugye az állatos az novemberben fog megjelentkezni, szóval november fog megjelenni, úgyhogy az még nyilván nincsen meg. Várjuk meg a halálát. Jó, akkor még Aranka halálát megvárjuk, és akkor ott lesz vége ennek a streamnek. Akkor fölnevesszük Gedeont és Nikit is. Meg a uh, Kamillát is. Úgyhogy hogy még egy tortára futja. 112 szimulónunk maradt. Ez nagyon kevés, nem fogjuk tudni befizetni a számlákat. És megvan, megvan a szobkol megint, megvan. 199.500, 500 feliratkozóra vagyunk a 200000 tól Köszönöm szépen, köszönöm szépen, nagyon-nagyon szépen, köszönöm, nagyon cukik vagytok. Wow, hát én is már tényleg nagyon-nagyon reménykedek benne, hogy szombatra meg lesz. 200 ezer. Nagyon nagy öröm lenne. Jó. Mi akkor ezt gyorsan csináljuk meg. Lassan három órás live, jaja. azért annyi nem lesz, mert 50 kor lenne három órás, de most már lassan tényleg itt a vége. Ígérem. Nem húzom tovább az időtöket. Rakjunk rá. Szülőnapi gyertyák. Ne! Uf, azt hittem, hogy ebbe vett bele. Jó, ő fújja el. Blowout out candles. Veszélyes, hogy ennyien vagytok itt. Ugye nem abba eszel bele. Jó, utána majd rakja rá. És akkor neki is kell most itt mondom választani egyet. Ő materialistic lett. Jó, rakjon rá egy értját. Ugye nem beleszik. nem beleszik. Jó, nem beleszik. Akkor te is fújd el. Most meg ugye felnőttek. Úgyhogy elmetek ki lehetne őket költöztetni, de erre most még nem akarom, mert... Mert ugye most nincsen jelentőség, úgyse tud új gyerek születni. És megint félre kattintok. Igen, ezért nem jó ez a fajta kiválasztás. Dance machine lett. Jó, és akkor még egyszer rakjunk rá a gyertyákat. három egy tortát kaptatok, tudom, annyira ez nem szép dolog most tőlem, de ez van. És akkor még Kamilla is felnőhetne. És akkor is fújja el a gyertyákat. És akkor jó. Tegyél már be valami szomorú zenét, amikor meghal Aranka. Hát nincsen szomorú zené, úgyhogy ezt most nem tudom neked megígérni, hogy ez így lesz. Elég szomorú lesz szerintem szomorú zene is. Jó, és hogy életcélt kellene neki választani. De megint nem tudok, nem tök életcélt választani a szimemnek, ne szórakozz, Sims. és ide kattintok, és akkor lesz életcél a király. És most nem is tudok itt görgőzni. Fantasztikus. Hm, hogy fogom én ezt így kiválasztani? Az a baj, nagyon-nagyon bágosan működik most nekem ez a játék. Na mindegy, választunk neki akkor valamit. Szelfusor lett, az az maga biztos. És akkor még egy életcélt kellene, de azt fogom, sorgva, hogy fogom kiválasztani, mert... Mert most ezt konkrétan nem engedi. Itt ezeket tudnám megváltoztatni. Akkor... Ha döntsük el, hogy milyen tulajdonságai legyenek, tudom, hogy random kellene kiválasztani, de nem tudom. Tehát, hogy látjátok, mi van itt. Nem tudok neki életcélt választani, ami nagyon-nagyon fura. Nagyon szelfos de ezt miért nem tudom kiválasztani, kedves Sims? Szerintem szórakozik velem a játék. Jó, adja az esküvőre kapott ajándékokat. Jó, jó, persze. Kíváncsi vagyok, mi lesz a törvényeset? Én is kíváncsi lennék, csak nem tudok választani. itt görgözi nem tudok. És rákattintok erre, és nem az jön ki. Hihetetlen. És pont ilyenkor romlik el ez az egész. Pont ilyenkor romlik el ez az egész. Nem költöztethetem be a csávót. Tudom, hogy akkor pénzt kapnék, de tiltja a százból a kihívás, és ezt mondtam is egyébként szerintem az előbb. Legyen család szerető, csaló, szerelmes, család központú, aktív. Ö, család legyen? Nem tudom, ki azt egy családot. Ezek közül, de nem is csak ezek közül se tudok választani, tehát itt hiába jelenik meg. Hihetetlen. Jó, akkor ez lesz. Ö, nem tudom, ez micsoda, de gonoszt azért nem akarok neki. Úgyhogy ö, akkor ezt, ezt már csak ki tudjuk random választani, nem? Materialisztik ő is, hát... Először, amit először választottunk, azt kellene, csak már azt tudom, hogy ezt hol fogom megtalálni, mert... Nem szelfosord, oké. Okay. Hát sajnálom, hogy ez most ilyen lett. Nagyon bágos a játék. Na jó, na jó. Akkor még annyi, hogy megvárjuk, amíg Aranka felnő, vagy hát megöregszik, meghal, értitek. És akkor szerintem ott is lesz vége ennek a streamnek. I love Doggy, szeretünk először is gratulálok a 200 ezerhez, kitartás és sok babát írja a Saci, köszönöm szépen! Sziandi, sajnos nem, sajnos nem, sajnos a ketszen doggy nem lehet majd irányítani az állatokat, mert az életben sem lehet íratáltos. Én még úgy hallottam, hogy pont, hogy lehet majd őket irányítani. Majd akkor meglátjuk. Ó! közben Neko is írt nekem üzenetet Lucon az e-mail címével kapcsolatosan, úgyhogy most már van kettő darab e-mail címem is, amire majd tudok írni nektek a nyereményjátékkal kapcsolatosan. Már csak a harmadik embernek hiányzik, ugye, büdös, büdös lerének? Büdös lerinek hiányzik, igen, a Luca az e-mail címével, és akkor uh, utána majd akkor meg tudjuk beszélni, hogy hogy uh, mit nyertetek. Jó, ő, kinézetet most nem akarok változtatni, az nagyon sok időt venne el, meg akkor ugye áll is az idő. Most már tényleg csak arankának a, a halálát várjuk meg, úgyhogy kinézetet majd a következő sims részben, ami videó lesz, akkor fogjuk megváltoztatni. Jó, és akkor elmentek most a gyerkőcök, el is mennek ő, suliba. Mit írt most itt Oronkával kapcsolatosan? Aranka's long life is coming to an end. It would be a good time to get her affairs in order. Aha, azt itt, hogy esetleg valakivel haragba vagyunk, akkor azt még most jó lenne intézni, mert nem sokára meg fog halni. Jó. Ö, mikor fogok kb. a nyerteseknek? Hát nem a stream közben, az biztos. De minél hamarabb Jó. Oké. És elment mindenki a múcsuliban, akinek kellett. Kamila nem ment el, suliban neki ma nem kell. Jó, neki ma nem kellett. Ez mondjuk egy szerencsés dolog. És remélhetőleg uh, Emilia is úgy jön most már haza, hogy föl lehet majd veszteni. És akkor uh, ő is tini lesz. Oké, és... Milyen, dolog, milyen, morbid dolog várni a halált? Hát igen, de most igazából itt a sims annyira kiszámítható, hogy... Hogy ez ilyen. Oké, és egy kis támogatás balástól, köszönöm szépen. Szia, Andy, nagyon tetszik a stream, remélem, hogy meg lesz a 200 ezer feliratkozó jó játékot. Jó. Szupi. Szia, Pityu, most láttam csak, hogy itt vagy. Super. Egész nap az új részt vártam, hát akkor itt van. Remélem, örülsz neki. Nézzük meg akkor, mit kaptunk ajándékba. Uh, wait and see, úgyse, úgyse lesz belőle semmi, gyerekeknél sosint semmi a romantikával, úgyhogy ezt megszokhattuk, ezeket eladjuk. És remélhetőleg uh, lesz annyi pénzünk, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat, mert azokat még mindig nem fizettük be. És lassan ott vagyunk, hogy ki fogják kapcsolni szerintem az áramot, ami mondjuk eléggé kellemetlen lesz. Nem kaptunk amúgy ilyen esküvői ajándékokat? Szoktunk ilyenkor kapni, nem? Ez mi ez a levél? Ez a számla. Aha. Igen. Az, az az, amit nem akartam egyelőre még átvenni, de most már mindegy, most már itt van, láttuk, igen. tartozunk egy csomó pénzzel. Jó, ezt, kinyitjuk ezt a kapszulát. Kaptunk egy ilyen morkobuszt, ezt is eladjuk. Most a családinventorit megnézzük. Oh, kaptunk egy csomó mindent, király, akkor ezeket ha eladjuk, akkor elmetek lesz egy csomó pénzünk is. Jó, a urnákat nyilván nem adom el, és akkor most be is tudjuk, be is tudjuk ö, fizetni. Jó, ö, igen, hogyha most ö, ripesztek aranka miatt, akkor akkor, akkor most nem, ne, ne adjanak a moderátorok tiltást, mert az más, amikor nyilván egy szín meghal, meg más, amikor valaki ész nélkül beírja, mert mondjuk ö, kicsit megakad a játék. Vagy fekete lesz a kép egy pillanatra, mert azt nagyon nem bírom, de most nyilván ö, ettől tekintsünk el. Uh, jó. Régebben küldtem e jó játékot és sok babát. Ja, és lehet lesz falkatagos telefontokom. Na, hát ez tök jó. Oké. -s. Családfát nézzük meg, jó? Nézzük meg a családfát. Ó, arankának most már itt világít. <laughs> Így néz ki a családfa. Így néz ki a családfa. Ennyi szimünk van. Ennyi szín született. Bár... Bár szerintem ennél több. Jaja, ja, ennél több. Szóval így itt van egy anyuka. Sugárka. Így. Így szerintem most mindenkit láthatunk, aki megszületett. És akkor ugye Kamillával fog folytatódni ez a dolog. Még nem halt meg, most miért ripesztek? Nem azt mondta, hogy most akkor ész nélkül kell irogatni a ripet. Jó, mindegy. Föladom, föladom. Csak mert te vagy. Köszönöm szépen. Ha lett hogy is nagyon szépen köszönöm a nuccot. Jó. De hát még nem halt meg. Csak ott alszik a kanapén. <laughs> Jó, és de és akkor el kellene kell, el kell elzelni, a skilleket fejleszteni. Akár akkor őt, őt már el is kezdhetnénk úgy fejleszteni, hogy a gardeninget uh, tanulja. És akkor nyissuk ki ezeket a seed package -eket. És akkor ezekből ültetgetünk el. Akkor már egyből olyat tanul, amivel majd foglalkozni is fog. És mit ültessünk, mit ültessünk? Hát először is szerintem szőlőt, azt mindenféleképpen kellene, mert az a jó sokat lehet keresni. Nem, nem, jó sokat, hanem értitek. Tehát jó sok nem lesznek. Ö, plant, plant, plant. És akkor ezt is ültessük el. Mi van még itt? Van itt gomba, azt is elültethetjük, meg ezt is elültethetjük. Jó. És akkor ezzel is elmetek, mert ugye a suliba elmetek jól fog járni. Gardening skill e hogyha az fejlesszük. És akkor majd veszünk könyveket is, hogy még gyorsabban tanulja. És akkor majd még ezeket öntözzük is meg. Nem akarok egyelőre kertész felfogadni, mert annak nincsen sok uh, értelme. Ilyen az ifjú Vár! írja Doggy fan 07. Jaja. Bár most már azért az esküvő nem most hord. Ezt a szőlőt nem tudja elültetni, a hogy rossz helyen van. Jó, akkor azt most egyenlőre még nem ültetjük el. Remetőleg nem is fogja megenni. Majd a kúgy kell itt intézni. itt miért nem tudok ebbe a sarokba rakni amúgy? Miért csak abban a sorokban tudnék lerakni szőlőt? Ezt nem igazából értem. És hogy így elforgatjuk, így. Akkor se tudom. Hát ez fura. És ha így rakom le, akkor se. Jó, oké. Okay. Köszi Sims. És akkor ennyit tudtunk gardening-el foglalkozni. Ah, az annyira nem sok. Úgyhogy euh, még az kellene akkor, hogy rendeljünk könyvet ami a kertészettel foglalkozik, és akkor tudna euh, tanulni. Baking, nem baking, hanem... Hol van? Skillbook. És akkor innen kellene nekem a Gardening, és az legelső könyv, mert abból fog tudni még csak tanulni. Igen, és akkor itt lesz a könyves polcba. Open. Ah, itt van, jó. Viszont akkor ezt kezdj el olvasgatni szépen. Képzeld, most kaptam új dogjand is füzetet és, és toltartót, írja Nusika. Na hát akkor sok boldogságot hozzá. És remélhetőleg akkor jó jegyeket is fogsz kapni. Jó. Na. lesz, lesz visszaszámítani, Jó, beszél a többi gyerekkel is, hát ha majd segítenek neked. Igen, nem tudja körbejárni. Szóval, az a probléma csak olyan fura, hogy ide meg nem lehetett ültetni, szóval így nem értem. De mindegy. Mindegy igazából. Na, Aranka. Hogy vagy? Hogy érzed magadat? Most nagyon-nagyon boldog. Uh, esetleg kút, hogy van? Gonosz. Jó, akkor nem kívánunk tőle. Ez nem lenne jó, hogyha amiatt halna meg. Jó, szia, Andi, melyik lucukat a nyereményjáték kezdet előtt küldtem, azok bele, számítanak a játékba. Utóirat jó játékot. Ö, ami a előző hónapban volt, az számított bele, meg valószínűleg akkor ebben a hónapban is lesz, aztán majd meglátjuk. Szegény Aranka nagyon fog hiányozni, nekem így a táltos. Hát igen. Igen, nekem is hiányozni fog. Szia, mi a mikrofonod neve előre is köszi. Ő egy audio technika AT2020 USB-s mikrofonom van. Uh, igazából nem, nem, a legolcsóbb videózáshoz használatos mikrofon, annál az Auna sokkal olcsóbb, de én igazából ezt nagyon szeretem, úgyhogy úgyhogy én ezt használom. Nekem ebben jobban tetszik, egyébként próbáltam az unát is, és szerintem ebben neki jobban hangja egy picit. Itt egy lúcsalank a temetésére, azért jó sokáig élt, és még mindig él, mikor ezt küldöm, mire a Geri. Köszi szépen, Geri! Mosolygott, igen. Igen, mosolygott a kút, de látod, ilyen csúnya. Csúnyán mosolyog, ilyen gonosz a tekintete. Aranka még mindig izé játékokkal akar játszani. Viszont egy offeringet adhatunk neki, egy száz címolonosat, hát hogyha, hát hogyha jó hangulatú lesz. Vagy legalábbis nem ennyire gonosz. Na, most meg ilyen izélet. Remek. Most meg halál hangulatú. Adunk neki még egy százast. Na nem. Nem. Nem, nem, nem sikerült. Jó, esetleg még egy versenyre benevezzünk a hát ha nyer. Play game. Aztán meghalna a verseny közben, milyen morbid lenne amúgy. Jó, light. Most egyébként tudom, hogy nem professionálra hát hogyha a simát megnyerjük. Szia doggy, ez az első luccom, jó játékot és az egyik baba lehetne? Marina kérdezi Anriam. Marian, gondolom, vagy valami ilyesmi. Ö, nem tudtam kiolvasni pontosan a nevedet. De lehet, hogy van ilyen név, akkor meg elnézést kérek, hogy nem ismertem. Ö, elég sok név lesz még, igen. De most nem, nem tudom ezeket mind megjegyezni, mert szerintem, mire babánk születik, az még legalább egy jó három-négy rész. Úgyhogy ö, addigra meg el fogom felejteni, hogy miket ígértem meg. De kommentbe, ha majd esetleg írsz a videó alá, és akkor uh, akkor onnan fogok válaszolni valószínűleg neveket, amiket írkátok Jó, hogyha esetleg tiltást kaptatok és nem tudjátok, hogy miért, akkor a leírásban ott van egy chat szabályzat. És akkor ott, ott láthatjátok, hogy uh, mi az, amiért tiltás jár. A moderátorok pedig azt szerint tiltanak, ami oda le van írva, úgyhogy mindenféleképpen nézzétek meg. Jó. Na, na, nyerni fogunk? Valószínűleg nem. Nem nyertünk. Ja, de az valamennyi szimulant kaptunk. De hogy most ezért, vagy sem? És akkor már itt alszotok az ágyamba? Szegény aranka! Már annyira nem foglalkoznak vele a fiatalok, hogy már ki is túrták a saját ágyából. És bemegy a gyerekekhez aludni. Hát, ilyen az élet. Ilyen kegyetlen az élet. Uh, tud egyébként még itt olvasgatni ebből a könyvből? Vagy nem, előbb csinálj meg a leckét, az fontosabb. Tényleg ő a... Hogy jött haza Emilia? Ó, ő is ötös, akkor őt is még föl tudjuk növeszteni. akkor gyorsan csinálunk még egy tortát. Ezt replészeljük. És akkor őt is felnevesztjük még Tininek. A gyerekek várva az anyja halálát nem csinálnak házit. Hát nem tudom, hogy ezért-e, de... Ja. Vegyünk könnyes búcsút Arankától. Szia, nekem van Doggy is karkötöm. Írjának kint 90. Na, az tök jó. Az tök jó. Na, ó, jaj, most nagyon-nagyon rossz hangulatú lett hirtelen. Rakjunk rá gyertyákat, és akkor őt pedig növesszük még föl. Bár ez is bágos lesz, úgyhogy igazából nem tudom, miért növesszük föl, de... Jó lesz. Jó, legyen meg a száz, baba lévai bálint írta. Hát most nagyon-nagyon behalt egyébként ez a százba kívás. A játék is, meg az idő is, most meg itt meg normálisan működik, ne szórakoz! Na jó. És akkor innen négyet, négy közül kellene választani. Na szép volt. Uh, domestic Big Happy Family-t akar. És akkor ő pedig lusta lett. Jó. Megvan akkor ez is, és akkor már csak majd velük kell foglalkozni még, meg hogy leckét írjanak. És akkor szerintem minden király lesz. Aranka. Aranka megint alszik. Szegény, mostanában már annyit alszik, látszik, hogy tényleg öreg. Hogy... Uh, most már tényleg lassan itt a vége látszik rajta. És akkor majd még arra kellene hogy Kamillával uh, egy csomó ilyen életcélt még teljesítsünk, hogy legyenek ilyen életcélpontjaink. pontjaink. De egyébként lehet, hogy az kéne, hogy még mielőtt Aranka meghal a pontjait, beváltjuk olyanokra, amiket majd át tud venni valaki más. Mert azért mégse lenne jó ezeket a pontokat elpazarolni. Itt a gyémántos kell nekünk. Itt ez. Jó. Nem, nem a gyémántos kell? Melyik kell akkor? A munka... Ja nem, a életcélnál van. Itt is itt a ajándékok. 3200 pontja van. És akkor mi az, amit át tudunk neki adni? Szerintem, csak ezek a pósonak. Igen, csak a pósonak. akkor a flirty pósonből vehetnénk egy párat. Mert az majd jól fog jönni későbbiekben. A százba kívás, az mindenféleképpen a az is valószínűleg jó lesz. Sleep replacement az még jobb lesz, majd nem kell aludnia. Jó, és akkor hát szerintem a többit is, confidentet is esetleg vehetünk néhányat. De inkább a flirtit kellene. Jó, és akkor még egyet tudunk venni, ha minden igaz, igen. És akkor ezeket meg át kéne, hogy rakjuk kamillához. Jó. És akkor biztos, hogy nem veszítünk már semmit. Akkor, amit az inventoriában van, azt is átrakjuk Kamillához. Ezt a 20 darab epret is. Ezt a 10 darab gombát is. Jó. Arankát nem akarod, de már összeházasítottuk. Akkor lehet, hogy erről lemaradtál. Vagy lehet, hogy ez egy régebbi luc. Jó. Mindenkinek ma van a szülinapja. Hát látod? Ez már ilyen menjen akkor ő még a wc -re. Jó. Oké. Hány babám van? 44 darab babám van adorján. a Dorján. Ott fönt bal fölül láthatod a babaszámlálót. Ott, ott. És hát még azért van bőven hátra a százba a kívásba. Igen, Aranka halála után lesz vége, úgyhogy nem tudom, hogy pontosan meddig fog tartani a stream, de most már azért lassan tényleg itt az ideje befejezni, mert lassan 3 órája megy. Ami azért elég durva, szóval... <laughs> nem, nem számítottam arra, amikor már elkezdtem ezt a streamat, hogy ez egy 3 órás stream lesz. Úgy volt valami, hogy streamelek kb. egy órát, és akkor a mai rész az... A uh, mai rész az, az így... Úgymond be van pótolva. Ugye ma kellett volna, hogy legyen Sims videó, csak sajnos nem volt időm rá végül ez lett? De azért három órát végig beszélni nem egyszerű. Jó, mit tud még esetleg csinálni, Aranka, hogy boldog legyen? Még olyan dolgokat kéne csinálni, amitől boldog lesz nyilván azért az utolsó napján. Tényleg jó lenne. Mm. Nézem valami filmet, mondjuk esetleg. Nem nagyon nézett életében filmet, úgyhogy lehet, hogy most tetszik neki. Szegény gyerek a szúj hal meg aranka. Hát legalább jó kedvűek lesznek, tehát így kiüti egymást a kettő, nem az lesz, hogy... Hogy nagyon-nagyon rossz kedvűek lesznek. Bár valószínűleg nagyon-nagyon rossz kedvűek... Ah, ah, most jött el, most jött el a pillanat. Szegény. Azért van, aki így nem is foglalkozik vele. És összegyűlt azért az egész család. És hát igen. Az oda megy és eszik egy tortát, Gedeon! Komolyan! Ilyen ott falatozol, miközben meghal meg <laughs> Nagyon-nagyon morbid egyébként ez a Sims. Na mindegy. Ah, sajnálom. Nagyon-nagyon sajnálom, de hát ez az életrendje. Ez az életrendje. Úgyhogy hát ez van. Ez van. Jó. És akkor elviszi, gondolom a kaszás. És akkor már röhög. Röhögött még egyet a kaszás. Hát, hogy ez milyen szemét. Oh. Hm. És mindenki rossz kedő. És itt maradt az urna. Jó, oké. És Most két napig gyászolni fog az egész család gyerekek azért elmentek suliba. Jó, oké, és hát akkor ö, megtörtént az, aminek meg kellett történnie. Következő részben akkor, ami videó lesz, ugye meg fogom változtatni a külsőjüket azoknak, akik felnőttek, illetve akkor haladunk tovább a kihívással. És hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, velem tartottatok. Remélem tetszett a stream. És akkor hát ennek most egy ilyen szomorú vége van, de de ettől függetlenül szerintem azért voltak benne szép pillanatok, meg jó pillanatok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Dogi voltam. Sziasztok!